Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig a Párásító Podcast. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán alias Fifika. És Pifko Krisztián, vagyis Mújó. Visszatértél közénk, mert hogy uh, hol is voltál? És akkor egyből belevágunk a lecsóba, hogy mi történt veletek a héten? Jó, Írországban jártam, kérlek szépen. Ott voltam. Ennyi? Ennyi? Dublin. Mi történt veled? Ennél bőve, be, hát nagyon sűrű egy hét volt, mert nagyon régóta esedékes volt, nekem egy régi jó barátom kinnél most a családjával Dublinban, és nagyon-nagyon régóta ígérgettük már nekik, hogy persze-persze meglátogatunk benneteket. És aztán most, most már, már halaszhatatlanná vált, most már nagyon ciki volt, hogy még mindig nem voltunk, úgyhogy akkor fölvettük a fonalat és leegyeztettük, hogy kiugrunk egy hétre hozzájuk, így hogy hát igazából hat napra kirucantunk ingával, mert hogy ott már megszületett időközben a második és a harmadik gyerkőc is így egyszerre, akiket még nem is láttunk, tehát így nagyon ilyen kis... Sűrű voltunk, sűrű volt a program, csodálatosan szép időnk volt, olyan szép időnk volt, amit Írország talán még soha nem látott, és hát jöttünk-mentünk, intézkedtünk, látogattunk, minden volt. Nagyon fasza volt. Milyen érdekes helyeken voltatok? Ö, hát... Kultúrának túl sokat nem adtunk, bár Kinga megpedzegette első nap még a reptéribuszról befelé, jövett, hogy nézd, milyen szép színház, és aztán ennyiben maradtunk. Ez volt De... a válaszod így, hogy. Ennyi. Egy ilyen sült hal, igen. a <laughs> <laughs> rem... Remélem csak viccel. De nem, nem, nem. Oda nem el megkerestük, a, nem biztos, hogy időrendi sorrendben mondom, mert hogy nagyon sok minden történt, úgyhogy elmentünk a Brégyi e, Sea Life e, nem múzeumban, hanem ottan ilyen e, tengeri e, herkentyűkkel foglalkozó mini állatkertbe. cápák ráják, mindenféle jó pofadók Micsoda? Ócenárium, vagy tenger... Hogy is szokták ezt mondani? Ócenárium. Vagy óceánárium, vagy... <laughs> Az, ahol sok hal van ilyen rohat nagy medencében. Szerintem nem fogjuk eltalálni, de igen, valami Itt a tropikárium, na. Óriási Háze. nagy ráják voltak, cápák, amik nem olyan nagyon óriásiak, és akkor ilyen aranyos kis polip, polip volt meg. Tehát ilyen, ilyen ismeretterjesztő volt, teljesen jó, jó, jó kis kócszerány. Most toltam ki Facebookon egy össze, elittyentettem egy ilyen 20 percnyi videót az ott élő kis állatkákból. Mi azt hát most azt Gondoltok, kézz? hogy neked minden kóbormacskát le kell filmezni? Ezek nem cicák voltak. Nem cicák voltak, nem. Bár volt, ma ma volt macska-szápa elvileg. Úgyhogy az összekötő lánc megvan. Szóval ott voltunk, részt vettünk egyik este a Ghostbusz. Nevezetű túrán, amit a helyi busztársaság üzemeltet, és egy ilyen lefüggönyzött, Decker emeletes buszon, egy ilyen viktoriánus horrorháznak van berendezve, és a, a Dublinnal kapcsolatos rémtörténeteket meséli el egy, egy színész idegenvezető, és meglátogat az este folyamán egy uh, kriptát, uh, gyors talpalóképzést képzést ad uh, body snatchingről, tehát hullarablásról uh, egy uh, helyi 600 éves temető falai között, meg ilyen, mint szóval ilyen kis Na, vicces horror, videsz, horror videsz. vonal. Csúdálatosan jó volt. Aznap este vettem észre, hogy már nagyon kevés likvidem van, úgyhogy Előszedtem a nagy ágyút, a 100 ml-es Bread of Heaven flakonba belekevert, bontatlan 100 ml saját levesemet, amit a kapuszisom kenguru zsebébe vittem, és volt ott egy ilyen lehetőség, hogy befeketek anyat egy koporsóba, és fölülről lefényképeznek, hogy hogyan néznék ki, ha meg lennék bakkalma, és én kapva kaptam ezen az alkalmat, és ezután már nem volt meg a 100 ml likvidem. <laughs> <laughs> ott egy apró baleset történhetett, amikor hagyat vágtam magam. <laughs> De hát... Viszont a, koporsó egész jó likvid illatú lett. Igen, le volt az zárva, úgyhogy valaki nagyon boldog lehetett ez a kután, miután megtalálta, mert jó sikerült keverés is volt, az anya minden, de még ijedtem, hogy most pont az utolsó napra mi a fenét fogok kezdeni magammal. Ami viszont azt jelenti, hogy nagyon keveset elcigiztem, mert kvázi 50 millivel megúztam egy hetet. Jaj, belegyorsítok, mert egész este ezeket fogom mondani. Hol voltunk? Barátom a, 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 a Google-nél dolgozik, úgyhogy nála is voltunk egy irodalátogatáson. Ami az irodalátogatás, az enyhe ö, negatív túlzás ebben a témában, mert az irodalátogatás az a beugrás az irodába, és jó hét, tehát itt inkább azt mondanám, hogy, hogy ö, plá, pláza pláza irodalátogatás volt félkerületnyi irodaház komplexumba. Ott is körbejárkáztunk, meg, meg et, megettem a Google fajlaltját. Bocsánat, hogy közbevágok nekem. Mondjál. Azt tűnt föl, hogy nagyon nem láttam embereket ott. Mely hol? Ja, hát Nézegettem a képeidet, és, és titeket láttalak, és körülöttetek nem nagyon. Ez volt a plán, hát ott az a fotós policy, hogy ha hozzájárulnak az érintettek a fotózáshoz, akkor nyugodtan fotózzál, tehát igazából azt mondják, hogy kérdezz meg a vezetődet meg, akik ott a környéken vannak, és ha azt rábólintanak, akkor fotóz nyugodtan. E, így egyrészt olyan helyeket néztünk meg, ahol nem zavartunk másokat, mert hogy ott folyt menet közben, és ugye ilyen oda mész, leülsz, dolgozol, éppen ki tudja kivel konferenciázgatsz, tehát, baromira tudtunk volna zavarni, hogyha ilyen jó turista módjára mindenkinek belemászunk az arcába. Úgyhogy igyekeztünk nem, nem, zavarni. Ezért is lehet ez. Úgyhogy mi mi mit csináltunk még? Még csináltunk ám dolgokat. Elmentél, elmentél Írországban szlovák sörözőbe. Igen, igen, ez, ez, ez a, az a listámon már évek óta szerepelt ez a tétel. Létezik egy ö, pifkó bár nevezetű. Ö, komolyan, nem viccelek. Figyelj, figyelj, megmutattad a személyidet, kaptál ingyen sört? Nem mutattam, és ingyen sőt nem kaptam, de mindenféle ilyen memorabiliát kaptam a végén, mert hogy nem tudtam, hogy hogyan mondjam, és pont elmentem pisilni, és akkor Kinga lelőtte a poént, illetve Kinga elmondta a csapos csajnak, hogy egyébként pifkónak hívják, és mire visszaértem, addigra már állt a bál, hogy Jáhá, micsoda kicsi világ, de jó, 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 és akkor ott rohangászott föl alá, és próbált szermálni mindenféle kis... Na és hogy mondják ott a pifkót? Pifkó, így. Így? Aha, talán egy kicsit rövidebb óval, mint ahogy én mondom. De hogy, hogy, hogy ennyi. Azt egy cseh, cseh származású emberke csinálta, és elvileg őt is pifkónak hívják, be. erre most nem esküdnék meg, mert nagyon régen volt, amikor utoljára olvastam róla, de hogy a pifkó alapvetően csehül sörös korsót jelent. És... Komolyan. Egyre jobb dolog derülnek ki rólad, Krisztina. Ja, 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 tehát nem, nem véletlen, hogy én ennyire össze vagyok fonódva a sörfogyasztással. Ez szinte genetika és hagyomány. És egy jó pofa volt, tehát azt nagyon régóta szerettem volna meglátogatni őket, és pont a Dublini barátomnak rágtam állandóan a fülét, hogy na voltatok már, voltatok már, és kinek van erre ide, na majd ha megyünk, akkor megyünk. jó persze, tehát így már nagyjából hát a közepére kívánta, és pont úgy adódott, hogy kettesbe voltunk benne a városba, sétálgattunk, és akkor na, akkor szabadítsuk meg őket ettől a keresztől, hogy el kelljen jönniük oda velünk, úgyhogy fölfedeztük kettecskén. Meg még voltunk helyeken, most így hú, nagyon összemosódik a fejemben hirtelen. Mik, -e? mik voltak még az elején? Nem is tudom, mik voltak. Ja, voltunk helyi kocsmákba, a Cobblestone megnéztük, ami arról híres, hogy rendszeresen föllépnek ilyen ír népzenészek, illetve hogy Van egy ilyen kis jammelős sarok, és akkor ott így összeverődnek esténként, nem egy komplet együttes, hanem, tudom én, két hegedűs, meg egy furulyás, meg ilyen emberkék, és akkor áh, jó, akkor játszogassunk, és akkor ott játszogat <Szor> És ott volt tuc, Tucsallóz, vagy, vagy ezt te már kerülöd? Nem, Tucsallóz nem volt ott, de nice, nice try, Charlie. <laughs> megfájdítani a szívemet csúcsállóz kapcsán. Ott szembesültünk azzal is egyébként, hogy az ottani kosmakultúra egészen, egészen érdekes, hogy teljesen normális, hogy emberek állnak és nem ülnek. Tehát nem az van, mint itt, hogy benyitsz egy, egy krimóba, és ha azt látod társasággal, hogy már nincsen szabad ülőhely, akkor már csukod az ajtót és mész a következő kocsmába, hanem halál természetes, hogy a, 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 vendégek, tudom én, legalább 70%-a áll. Hát másott a talpon álló fogalma Kor. Igen, igen, igen. És teljesen nyugodtan egész estét eláldogálnak, elbeszélgetnek, és van egy sokkal közvetlenebb hangulata is ettől a, 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 a dolognak, történetnek, történetnek, történetnek. Mert hogy ugye itthon egy kocsmába leül egy asztaltársaság, akkor mindenki kifele fordítja a hátát, és így alapvetően senkinek nem hiányzik, hogy megbontsák a, 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 a kis baráti kört, és bárki bekérdezzen kívülről. Tehát, hogy alapvetően kizárják a külvilágot, és így teljesen párhuzamosan élik a kis esti kocsmai életüket a, 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 az intézményben. Itt meg, hogy ennyire egymás szájába lógnak az emberek, és óvatatlanul így össze súrlódnak a vállak, meg, meg így. tehát így jóval közvetlenebb az egész, és zokszó nélkül beszédbe legyenek így a szomszéddal, így átnéznek, lát valami pólót, és akkor elkezd beszélni a pólódról, vagy látja a kezedben az elcigidet, és akkor így amúgy is kíváncsi népség az ír, és így előszeretettel szólnak hozzá idegenekhez. Úgyhogy itt sok Sokkal tehát van egy ilyen közösség feelingje az egész kocsmának, és nem csak az asztaltársaságok ö, ö, mindenféle ö, heterogén halmaza. És, és megértetted őket faszán? Akikkel találkoztam, alapvetően igen, nem volt vészes. Biztos, hogy ha kicsit keresgélünk, lehetett volna olyas valakit találni, akitől egy kukot sem értek. Most így a reptéren visszafele ott a szuvenírboltokba kolbászoltunk, és elkezdett hozzánk beszélni egy írfazon, de szerintem ő direkt rájátszott, hogy szopasson minket, mert aztán rögve kérdezte a végén, hogy nem értitek egyetlen szavamat semmi? Nem. <sítható> De hogy úgy alapvetően a, a, a Perblán egy olyan idegenforgalmi vagy vendéglátóipari helyeken, ott teljesen normálisan beszéltek, nem volt vele semmi, semmi trauma. És ö, mi volt a helyzet egyébként, már ha a kocsma kapcsán beszélünk, akkor ott a, az elcigizéssel, kocsma belül mondjuk? Nagyon-nagyon kellemes volt, kellemes meglepetés volt, tehát ugye én előre érdeklődtem a, a, az ír gőzlérektől, hogy mi a helyzet az országban, úgy készüljünk, hogy nem mondjuk egy 3000 eurós bírsággal fogadjanak minket azonnal, hogy kiteszik a lábunkat a reptéről. És ott elmondták, hogy hogy közterületeken meg nyilvános helyeken nincsen tiltva, és intézmények maguk eldönthetik, tehát hogyha nagyjából ugyanaz, mint jelenleg itt, hogyha valamilyen intézmény azt mondja, hogy ne, az ő területén ne, akkor nem, de hogy nincsen semmiféle hivatalos korlátozás. És ezt is vettük észre, akárhova tértünk be, elkezdtünk, vagy megkérdeztük, vagy láttuk, hogy más is használja, és tízből kilenc helyen zokszó nélkül volt egy, ahol megkérdezték, hogy ez, ez, a, ez a gőzös, vagy ez a füstös, mondtuk, hogy ez a nem füstös, ez a gőzös vező, és akkor így legyen, hogy ja, persze, tök nyugodtan. egyetlen egy hely volt, de az meg inkább ilyen, ilyen kajáldás volt, ahol, uh, ahol kérte a, 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 felszolgáló, hogy ne. De hát ott sem maradtunk sokáig, mindenhol máshol, mindenhol máshol abszolút zokszó nélkül teljesen lazán vették. Azt akartam még a koncerteknél kérdezni, hogy és jobb volt ez a koncert, mint mondjuk itthon egy puszi koncert? Nem nevezném koncertnek, tehát ez djemezés Jam. volt. Ja, ja, ja. Tényleg ülnek a sarokba, és akkor ott örömzenélgetnek, főként ír, ír mivel nem ismerem az ír népzenét, ezért fogalmam nincs, hogy az. Ez ezért csak a... föltételeztet, hogy az ír népzen. Hát a hangzását megismerem, de nem tudom, hogy melyik dal az ott, tehát mit tudom én az öreg Odonehu elvesztette bárányát 8. verszak, tehát így nem. <laughs> Ez így nem. De, 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 nagyon hangulatos volt tényleg. Hó, még minden felé voltunk, még nagyon sok felé elszaladgáltunk, mert hogy a, a, három gyerek mellett ugye a barátoméknak sincsen túl sok e, idejük és lehetőségük, hogy, hogy kimozduljanak, úgyhogy most ők is megragadták a, a, a Rúd végét, és keményen megtolták ők is a kiruccanást klassz volt nagyon. Tudom ajánlani mindenkinek egyébként Írországot, hogyha éppen jó az idő, akkor annyira a, 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 a kontinentális európai embernek nem, nem, problémás, és hát szép, baromi szép, csúcs, nagyon klafa. Van egy olyan érdekesség, hogy mivel éjszakon van, ezért alapvetően baromi sokszor felhős az ég, és ez Kinga ki, hogy milyen fura itthon ugye télen ilyen időtájt, hogyha befelősödik az egész ég, akkor egy nyomvad gram napfény nem jön át rajta, és ilyen full szürke, félhomályos, depressziós az egész ország. És ugye Magyarországon ez a jelenség, ez akár hónapokon keresztül egyfolytában tud ö, működni. És ott, mivel éjszakabbra van, más süti a nap, full borús az egész ég, és valahogy mégis oldalról besüt alá a nap, és a felhők nem elnyelik, hanem szépen visszaverik a föld felé a, a napsugarakat, és ilyen, ilyen gyönyörű polarizált szórt fényben, csodálatos napsütésben, remekül kijövő színekkel, eszméletlen hangulatos ö, 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 a, a, az egész jelenség, és közben tiszta borús az egész tehát nagyon mókás, és sok sör van. Hát ehhez képest velünk semmi nem történt itt, Honfifika. Hát az ég a világon semmi. Nem igaz, látom, Fifikát <laughs> celepkedett. Ja, ja, az megy, a celebeskedés. A celebeskedés, az megy. Az megy. Hülyeség, az, az van. Megy. Csempe a francba, az van. <laughs> Kaja meg semmi. Ja. A... Hát mert nem volt, nem volt szóvivőnk, az a helyzet. Így van, így van. Úgyhogy a a, hát a hírtévének le kellett jönnie Szegedre, Krisztián. Fel hmm. Föl is írták a nevedet, hogy mondtam, hogy na ezt az embert keressék meg, mert ő miatt kellett most idejönni. Föltettél a fekete listára? <laughs> a fekete listára. Na, egyébként rendesek voltak, tehát a, a hírtévé kapcsán egy szavam nem lehet. Sőt, annyira rendesek voltak, hogy adtak direkt kontaktot. Tehát mondták, hogy én több ezer e-mail megy be hozzájuk, és hogy inkább adnak egy másik e-mail címet, ahol lehet, hogy még meg is találják, hogyha küldünk nekik valamit. Az <laughs> után is köszönöm szépen ezt a lehetőséget, amit kaptunk. Ugye más részről meg ez egy összevágott report volt, nyilván velem is sokkal több anyagot rögzítettek. Én mondjuk arra ügyeltem, hogy kis készülék legyen nálam, mondjuk nincs is nagy, tehát ezért aztán nem is tudom, az eviket tudtam volna még kivinni, aminek picivel nagyobb gőze van, de direkt figyeltem arra, hogy kis készülék legyen nálam, ne arra figyeljenek, hogy mekkora gőzöket eregetek, mert tudtam, hogy lesz vágókép, tudod, ahogy szívod az egy cigarettát Igen, azt... Adj, Rém, azt, azt te láttad, Mujó, hogy volt olyan, volt olyan videó, talán pont a hírtévésben, mikor kereskedő is beszélt, akit én mondjuk nem ismertem, de vágóképnek be volt rakva, ahogy egy egyaksis mehával valami duált izzítgat valaki, és aztán akkora, akkora cloud chase van belőle, hogy ott már fogtam a fejem, hogy oh, ezt miért kellett, miért kellett, nem tudom, miért kellett. Valami hasonló volt a mokkásba is, egy ilyen vágóké. Jó, akkor ez az volt, ez az volt, azzal kevertem, és ennek ellentételezéseként odament Fifika egy, hát vagy 650-es, vagy 900-as automata. 650-es. 650-es egóval. Egóval, és azzal <coughs> demózott, hogy így fogalmazzak. Ú, abból el ne felejtsek, ha egyszer küldök nekinek valamit, mert neki volt, hogy a 650-es automata volt az egyik kedvence, és szerintem már lehet, hogy annyira nem működik neki a régi. Hát csak neki ne úgy küld, mint nekem a cuccokat, mert folyamatosan ez van, hogy ezt küldök, ne, azt küldök, azt nem tudom, az, hogy a postalusta vagy, vagy te? De hát ne, ezek szerint... Ne, én te. vagyok, tehát figyelj, hogyha én vagyok a hunyó, azt én mindig beszoktam ismerni. Én vagyok a hunyó. Egyszerűen ma reggel is úgy indultam neki a napnak, na... Lesz annyi időm, szépen összepakolom a csomagját. Nem volt annyi időm. De így aki dolgozik. Illetve volt még egy celebeskedésem a civil, rádióban. Az meg egy ilyen reggeli egy perces volt. Én már bocsánat, hogy előre fűzök. Én azt hittem, hogy az ereimet fölvágom, mert ugye elindultam éjszakásból hazafelé. Nem mondom, akkor nem podcastet hallgatok, nem rádiót hallgatok. Én egyébként a Rákóczi Feri vagy a Vadon -féle szoktam hallgatni reggel, hogy ne aludjak be, hanem hallgatom ezt a civil rádiót, és Karel Gotti magasságokba emelkedtek valami zenével, borzasztó szar volt, utána az ereimet fölvágtam az összekötő zenéktől, hogy mondom, ilyet valami, valami nem tudom én milyen effekt áruházból összevásárogatni, hogy lehet ez, a, ez, az erőltetett blúzos, jazzes vonal reggeli műsorhoz. aj, oh, de Istenem, mondom, még öt perc, még három, még kettő, na most már jöjjön, és akkor már fölkonfolja a nő, és még akkor majd a reklám után, ó, oh, bazd meg, na, és akkor utána vele csaptatok a levesbe. A 7 óra 10 mondtak, szerintem nagyjából. Annyi, annyi is. volt, az ki volt számolva. Nagyjából tartották is az időt. ugye előző este a főszerkesztővel beszéltünk egy pár szót. Egyrészt, így utána végig gondolva az egészet, én azt gondolom, hogy nagyon sokan próbálják a, a politikát belevinni ebbe a, az egész dologba ami egyébként nem baj. Csak ugye azt kell tudni, meg azt kell megérteni, de ott a műsorvezetőnek ezt egy fél mondattal jeleztem is, hogy én, mint egyesület nem politizálhatok, tehát ez deklarálva van a, az alapító okiratunkban, hogy politikai tevékenységet nem fejthetek ki, tehát nem, 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 csinálhatok ebből politikai kérdést, így aztán nekünk valahol a józanész mentén kell az érveket felsorrakoztatunk, és nem uh, jobb és bal oldal, és nem tudom én, szélső jobb és szélső bal uh, szerint kell ezeket uh, megoldani, és ebben az egy percben jutott eszembe, hogy basszus, amúgy senki nem kíváncsi ránk igazán, mert uh, ha az lenne, akkor nem egy percben, legalább adna egy öt percet, amiben egy normális összefoglalót tudsz az egész probléma körül adni, és nem csak ilyen, és mit szól hozzá, hogy a trafik mutyi, meg a... Nem erről szól a történet. A mi részünkről arról szól a történet, hogy, hogy bele fogunk dögleni. És, és végig lehetne menni azokon az aljasságokon, amiket ez a, az egész törvénytervezet tartalmaz, de nyilvánvalóan nem, nem erről szól. És nem is arról van szó, hogy nem örülünk minden megjelenésnek, minden megjelenésnek örülünk, csak egyszer hagynák már legalább egy öt percben végigmondani azt, hogy mi a problémánk, és hogy mi mihez lehetne ezt az egész dolgot hasonlítani. De erre kurvere nem kíváncsi senki. Szóval, Boxkeszkűnek ezért... akarnak használni. Igen, szóval ez egy picit engem engem így így elszomorított. Van még egy X-rádiós fölkérésünk, azt már lehet, hogy Krisztián fogja levezényelni. Én úgy tudom egyébként, hogy az X-rádiós fölkérésben talán hosszabb ö, etapot kapunk, úgyhogy ott már lehet, hogy körül lehet járni ezt a, ezt a kérdéskört. És akkor bízunk benne, hogy hát ha valakinek esetleg a fogaskerekek úgy fognak állni a fejébe, hogy kattan valami, és azt mondja, hogy gyerekek, ezt nem így kéne. Nem tudom, tehát én már csak a csodába bízom, mint a annak ellenére, hogy tolunk mindent, tehát ott vannak a petíciók, ott van a, a volt, ugye, lehetőségünk arra, hogy véleményezzük, Fogalmas sincs, hogy mennyi mennyi levél ment be. Nem jól a... csináltuk. Hogy? Nem jól csináltuk. Uh, Bocsánat, nem, csak közben iszom a teát. <kül> 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 uh, nem tudom, én azt tudom, hogy egyáltalán valaki ezzel foglalkozik-e ott. Tehát, hogy így most már lassan meg kéne kérdezni, hogy nekünk volt két nap a véleményezésre, nekik volt egy hét arra, hogy ezt megemészik. Legyenek majd olyan szívesek, közöljék már, hogy, hogy tehát ilyenkor nincs egy válaszadási kötelezettség, de legalább annyi, hogy te barom, kitöröltük a szemetesből a levelet, amit küldték. Köszönjük szépen. Hello. Érted? Megkérdezik meg meg a Dev0 kollégát. Az <laughs> Hát azért, nagyon baromi kíváncsi vagyok én is, hogy, hogy mi lesz onnan. Na azért mondtam ezt, hogy nem jól csináltuk, mert, mert most ott nem csak nálunk szar a helyzet, hanem hanem mi a, mi a kazának a magyar megfelelője, ez a Consumer Advocates for Smoke-Free Alternatives Association? Ez a, ez a, a alternatív dohánytermékek, nem is tudom, nálunk nincs is Fogyasztói ilyen. szövetség. Fogyasztói de. szövetség, igen, és ezzel kapcsolatban jött egy felhívás az amerika, nem nekünk az amerikaiaktól, hanem az amerikaiak körében pörög az, mint ami nálunk itthon most és, és ott, ott, nem ilyenek, hogy küld el a kis pont tihamér pont anyám és majd valaki talán elolvassa, hanem ott azt mondják, hogy mondd el a fehér háznak, hogy, hogy rá az FDA-t újra az előírásokra, és dolgozzák át, hogy maradhasson minden úgy, ahogy eddig volt és azt érdemesnek tartom beteni, mert attól függetlenül, hogy milyen a stílusa a figurának, a rip is csinált róla egy videót, és konkrétan arra hívta fel a vaperek személyét, hogy hívjátok fel a fehér házat, bocsánat, még a betegség, tehát hívjátok a fehér házat, és kirakta öles számokkal, hogy ezen a számon és onnantól, ami csoportokban én vagyok, csak azt látom, hogy dobálják befele a képeket, a telefonról a screenshotokat, hogy ki hányszor hívta, ott van, hogy bizi, 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 aztán fölvette, hívásban van, és ö, ott van a felhívásnál a szöveg is, hogy, hogy ö, mit mondjanak a fehér háznak, ha véletlenül felveszik a, a telefont. Ugye úgy kezdődik nálunk a petíció, hogy először is, ha nem tetted volna még meg, akkor nagyon fontos, hogy küldj egy e-mailt, hogy támogassák ezt a HR 2058-as számú törvény törvényjavaslatot. Másodszor pedig szállj egy kis időt, október 28-án hívd a Fehérházat a 202 45 6 11 11 es számon. És mondd el a következőket azért hívnám és azért keresném Obama elnököt, hogy megvédje a fogyasztókat az e lehetőségével, és szólítsa fel az FDA-t, hogy dolgozza újra át a, a dohány direktívát <coughs> részükről, és a többi, és a többi, többféle választ itt megadtak. Ott, ott nem picsáznak, ott nem picsáznak. Fölhívják, aztán elmondják a, a, a a véleményüket így telefonban, nem ám e-mail, az a tuti, hogyha hívunk. Én is az élő szó híve vagyok. De egyébként meg nem igazuk van. De. Teljes mértékben. Hát így megy ez a, a nem, nem annyira friss demokráciákban, mint nálunk. Küldj egy e-mailt, aztán te csúriba az ujjaidat. Mert nem tudjuk, hát egy egy, 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 sablon válasz nem érkez, nekem legalábbis nem érkezett, hogy köszönjük, Aranka befogadta, majd valakinek továbbítja, vagy kinyomtatja papíron, és ö, lefűzi. Nem tudom, semmi nem jött. Ez az átlátható kormányzás, Charlie. Hm? Csak elemlámpát nem adtak hozzá. Ez az üveg e-mail postafiók. <coughs> <coughs> Na, úgyhogy nekünk is az kellett volna. Óvét, meg a, meg a házelnököt, meg az anyám tudja, itt hívogatni telefonon. Úgyhogy, ha valakinek megvan ö, OV mobil száma, tudjuk, hogy ő csak nokiákat használ, ilyen régi kék kijelzős nokiákat, akkor dobja be a podcast alá, és akkor csörgessük meg. Csináljunk egy ilyen, hívjuk föl Viktor Dayt. <tosz> 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 Lehet, nem is, lehet, hogy nem is tud róla. Lehet, hogy nem is tud róla. Ha? Simán, Na? lehet, hogy otthon gőzlérkedik, és nem is sejti, hogy mi, mi, miféle ármánykodás folyik ellene éppen. Vagy lehet, hogy otthon éppen a nem tudom én hány gyerekéből a hanyadiknak verik ki a kezéből a cigarettát, hogy miért nem az elcigit szívott, te buta gyerek, dír egy maflás mert hiszen abban csak PG végé van, mondjuk abban is meg lehet halni, amit múltkor kitettem a weboldalra, de hát... Hát igen, oxigén maszk nélkül merülni. Nem, nem, Beszélyez. mindenkinek, nem mindenkinek esett le, azt kell, hogy mondjam, Mújó. Volt ott olyan, <coughs> volt ott olyan komment, hogy nem biztos, hogy annyira hasznos, mert tíz ismerősből kilenc csak a címig jut el. Nyilván ezek csak poénok, de ha rosszul sül, akkor szívhatunk is miatta. Hát az van, hogy ez nem poén, és az elég szomorú, hogyha valaki a cikkekből, illetve a címükből tájékozódik, és pont ez lett volna a lényege. Azt nem tudom, hogy olvastátok-e, van nekem egy kedves ismerősöm, akinek van egy, egy, hát egy európai bolthálózatnak, ő a Magyarországi Feje horvát András, és az istyle viszi, és ö, csináltak, <coughs> csináltak egy mokapot ugyanígy ö, két darab iPad-del, és hogy. Na, ők már lefényképezték az újat. semmi nem volt, 5 perc Photoshop. És, ö, és este hívta a kollégája, hogy nagy gáz van, átvették a külföldi híroldalak a cikket. De, de úgy, hogy ö, azt mondja, hogy jött iMessage Lacitól az üzenetben a hatalmas bazmegszó kíséretében egy, hát nem tudom mennyire vagytok témában egy Apple Insider link volt, megkattintotta a linket, és a, már úgy hivatkozott direktben, hogy egy magyar oldal lefotózta az iPad Air 2 Touch ID-val, vékonyabb házzal, és megváltozott hangszóró <coughs> és ezt leadták, ugye, mert hát ők az interneten olvasták, és kész tényként fogadták, ezt tuti, így van, leközölték és innentől kezdve nem volt megállás. Átvette ö, mindenféle elég nagyhírű, meg kell foglalkozó hírportál is, ö és a, a, csak azon imádkoztak, mert látták, hogy Cupertino-ból, Palo alto San francisco is szépen, <laughs> szépen jönnek az IP címek, és, és olyan Apple Networkről jöttek, hogy konkrétan ott voltak a, a cég főhadiszállásán, és onnan nézték, hogy na mi volt ez, mi volt ez. És akkor utána már csak a telefonját nézte, hogy mikor jön egy lebaszó hívás, hogy ezt nem kéne talán. Úgyhogy ez volt. A, <laughs> hasonló, hasonló történetről én is tudok beszámolni, amikor a és ettől sokkal nagyobb problémát okozott. A, nem tudom, emlékeztek a Zsoldos Péterre? Igen. A Zsoldos Péternek volt egy, egy azt hiszem, öccse, akinek zenekara volt, és nagyon híres trombitás volt, és a, a Zsoldos Péter meg író, és írt egy könyvet, aminek az volt a cím, hogy az ellenpont ezt uh, kiszúrta a valamelyik német zenei kiadó. Úristen, hát a Zsoldos írt egy könyvet az ellenpontról. Hát azt le kell fordítani. Kiadták fordításra. A kutya meg nem nézte, hogy ez cifi, vagy nem, vagy mi. A fordító lefordította, a Music Verlag kinyomta, és amikor a könyv volt, akkor valaki elkezdett belolvasni, hogy te basszátok meg, hát ez egy science fiction. <laughs> Úgyhogy Zsoldos Péter így került először német kiadóhoz. <coughs> Melesleg ma Na, jó volt a könyv. Azt, azt <coughs> tegyük hozzá, azt biztos nem olvastam újó. Ilyen kommentek jöttek még. Lehet látni egyébként a reakcióból, hogy ki az, akinek leesik, és ki nem. Fú, de nagyot nevettem ezen, osztom én is. Szerintem nem kéne osztani. Nagyon jó, csak félek, hogy a laikus csak a címet olvassa el. Négy, bekezdés után, négy bekezdést tudtam belőle olvasni, utána felbasztam magam. <laughs> szerintem nem kéne osztani. Pedig szerintem <coughs> zsöni áll a Nem tudom, Fifik, a végig olvastad? Végig, végig. A végén leesett, hogy, hogy ez mire van kihegyezve? Nem, az elején. <coughs> ja jó, értelek. <coughs> Egyébként nekem a, 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 legnagyobb az a ricinus volt, a lítiumizotóp, meg hogy hát a propilén glikol, ugye, meg a növényi glicerin, amibe ugye tudjuk, hogy a tüdőnkbe vizet fog képezni, ott attól megfulladunk, és valóban kiderül, hogy ha egy teli tartályba bedugjuk a fejünket, valószínű, meg is fulladunk. A, emlékszel, volt egy kegyetlen videó a neten. Hát több kegyetlen videó volt. Be, de beszéltünk is róla, szerintem a dohányfüstben az egér, meg a. a ja, péld, ja meg nem beszéltünk róla, de, igen, de megnéztem, igen, igen mikor elpusztult a. <kül> Na, hát az, a, egyik. az, az nem, nem döglöd bele. A dohányfüstbe igen, de igen. a PGVG-be nem. Egyébként tudod, hogy mire lenne jó az a videó? Tehát azt így oda kéne adni a politikusoknak. Tessék, válasz. Hát ez, az a baj, hogy ez ilyen Meatbusters szintű hatásvadász videónak titulálnak szerintem. Az, az rendben van, érted, csak hogy uh, így csinálnék egy kabint. Dohányfüste, csinálnék egy kabint. kabint uh, villanypára gőzze, és akkor uraim, aki megszavazta a törvényt, az lesz, a baloldali dohányfüstös kabinba fáradni. Ne, úgy kéne. Uraim, az uraim tessék rájuk. befáradni, az ajtók záródnak. Kész. Ennyi. Egészségtelen. Bele nem ennyi. Be, Menjél oda a dohányfüstösbe. Jár, járatlan ére, hogy <laughs> 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 Igen, igen. Szóval, na. Egyébként lehet, hogy mújó is azért ilyen sovány, most esik le. Az utolsó előtti pont. A modern dripperek gyakran tartalmaznak rozsdamentes acélból készült alkatrészeket, amelyeket megolvasztva edények is készíthetőek. Azokba az edényekbe aztán összegyűjthetjük az összes e-cigaretta felhasználó élelmiszerét, így súlyos alultápláltságtól fognak szenvedni, Jó. És végső soron akár éhen is halhatnak. És akinek itt <síns> nem esik le, azt én azt mondom, hogy hagyjad, zárd be az internetet, kész, reménytelen. Ne <kül> foglalkozz vele, letöltjük egy doboz flopira. Igen, pornó nélkül. <síns> <síns> Úgyhogy én is csak azt szerettem, és egyébként azóta is ez a, a, Google Analytics-ben, és azt neked talán Fifika mutattam is, hogy, hogy látod, mennyien ráugranak egy, egy ilyen címre, és, és, ennyit számít a cím, <coughs> hogy, <coughs> hogy, hogy, a napi oldalletöltés, ami, ami előző nap volt 7800, az tegnap fölment 2600-ra. Úgyhogy... Az igen. Úgyhogy... Ennyit Szerint. számít, ennyit számít, hogy hogy, hogy hogy mit ír az ember, és hogy tudja -e értelmezni. Mert hiszen azt is gondolhatnám, hogy fölmegyek arra az oldalra, hogy e Hú és látom, ott van egy száma a cikk mellett, hogy azt mondja, hogy azt mondja, hogy a mondja, Potenciálisan káros, és 3468-an megnézték, ami egy kicsit, kicsit neked is rossz lehet mújó, hiszen a te interjúdat csak 1500-an kattintották meg a weboldalról. Tehát, hogy, hogy ennyire fontos a, a, a kutya, a gyerek, meg a csöcs, meg a, meg a halál. Ezek a vezérszavak, és ezzel mindent el lehet adni az internet korában. Meg kell tanulni szelektálni a, a cikkek valóságtartalma között, és és ezért is cseszem föl az agyam, mikor jönnek a kemtrélekkel <coughs> meg a tököm tudja milyen oldalakkal, tudod, amit csak úgy tudsz megnézni tartalmat, hogy előtte azért belájkolod, és akkor gyorsan az üzenőfaladra ki is tesz minden szírszart, ja. hogy annak aztán feltétel nélkül hiszünk. Mert hát hiszen rajta van az interneten. Hmm, és mennyien lájkolták. De mérges lettem most, most látom, hogy a haverom a flangál. Orlandóban. A napsüssön rája. Úgyhogy értő olvasás, ezt várjuk el szerintem mindenkitől. Engem ma ö, fogadott egy komment, nagyon régóta nem beszéltem vele, a középiskolai osztálytársam. Jó, ja, a... szóval nagyon régóta nem beszéltem a kommenttel. Nem, nem, nem. <kül> a, a, az úri ember a középiskolai osztálytársam volt, és így a. TV2-es videó alá kommentelgetett egy olyat, hogy ő tökre megérti itt az Erzségi környéki problémát, vagy körüli problémákat, meg tényleg disznóság az egész, de hogy szerinte az van. Tehát itt megszólalt a fullaikus, és ez, ez egy tök jó kis kontraszt volt az egész történet, történet, történethez, hogy hogy lássuk azt is, hogy a jogalkotó valószínűleg megvan van ijedve és attól tart, hogy ha hosszú távon ezzel nem kezdenek semmit, akkor oda az egész belefetszölt energia a, a, a dohányzás visszaszorításába. Dohányzás do, visszaszorításért folytatott hosszú-hosszú harcnak annyi, és hát, ettől nagyon ö... félnek a jogalkotók. Ezt gondolja egy laikus természetesen, tehát ő, ő, ő ráadásul nem, nem egy butas rác. Jó, hát, csak a, ennyi erővel azt is gondolhatna a jogalkotó, hogy hogy Tegyük, tegyük engedélykötelesi a kapát is, hiszen a kapával akár még dohánylevelet is lehet kapálni. Szóval. Persze. Persze, aztán megírtam neki, hogy, hogy a történet nem ennyire egyszerű, és a mezei jogalkotónak halványilag gőze nincsen róla, csak nyomja a gombot az alapján, amit viszont a megélhetési közegészségügyes odatol az orra elé, hogy figyelj, ez így van, ja jó, van te, vagy az EU szakértő, akkor ez biztos így van. Tehát igazándiból a jogalkotó baromira nem tart semmitől, és nagy évben tojik az egészre. Csak megeszi azt a maszlagot, amit az intézményesített hazugsággyár odatol az orra elé. És hát mi mi köze ennek az egésznek tényleg a dohányzás elleni küzdelemhez, de hát ezt már kiveséztük, hogy semmi az ég ott a világon. Jaj! A hétnek azért volt még egy hatalmas nagy híre. Nem tudom, hát hülyeség, hogy ezt mondjam, hogy nem Vezest tudom. <coughs> Olvastátok-e, hogy a vörös vöröshúsok, a kolbász, Jaj. a szalonna, a Bacon, amit megsütünk a tojás mellé, is rákkeltőek lehetnek. A feldolgozott húsok, tehát igazán... valami. Hát igen, a, vörös, egyrészt, a feldolgozott vörös húsok. Másrészt ugye van egy, egy nap, napi bevétel, tehát hogy minden 50 g nap, azt a mennyiséget meg kell lenned. Ugye 80, azt hiszem 80 tanulmány, mert erre így fölkaptam a fejem, hogy már most megint melyik ezé, japán, kínai, angol, amerikai tudós csoport, de nem, 80 tanulmányt összegeztek. Ami ezt a... És 17 kal bizony, 18, 18. 18. Bocsánat, 18 magasabb a, a végbérák. Fú, és izé. Ezt, 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 ezt föl tudnánk állítani matematikailag, hogy a, a 18-at hogy lehet relációba állítani az 5%-unkkal? Illetve bocsánat, mondjuk 95-nek. Tehát az egyiknél 18%-kal nagyobb az esélyed a rákra, a másik pedig. 95%-kal egészségesebb. Egesebb, mint a hagyományos dohány. Tervek. És ebből minden... nem tudom, hogy matematikailag ezt hogy tudod, reláció. És ebből, ebből mindenféle, mindenféle... E. összefüggést föl lehetne állítani, hogy ha te dohányzol, és vörös húst eszel feldolgozva, vagy ha te vörös vöröshúst tettél mondjuk, mert húsvét van, és mellette vépeltél egyet egy, egy kisüsti mellett, akkor Jó milyen esélyed van rá. <sırk> De... Egyébként, mint volt egészségügyi, vagy egészségügyben dolgozóként, azt kell, hogy mondjam, hogy a 18% az, az marha érdekes lenne, hogy na, az a 18%-ot nézzük már meg, hogy volt-e 40 éves kora után végbél tükrözésen, 10 évente átesette ilyen vizsgálaton, tehát, hogy érted, hogy a megelőzésnek ezeken az aránylag egyszerű fázisain átmentek-e. Mert ha nem, akkor bizony nagy valószínűséggel, tehát ezt mindenki vegye tudomásra, aki elmúlt 40, majd most már ti is beleestek a gödörbe, aki elmúlt 40, hogy bizony 40 éves kor után ha tetszik, ha nem, azért egy végbér át kell menni, ha polipot találnak, azt le fogják venni, és akkor már 10 évig megint nyugodt lehetsz, mert 10 év múlva megint nem ész, megint leszedik a polipodat, és akkor nem lesz végbérákod. De nem, nálunk, illetve nem nálunk, hanem a, a, a tudományos világban ezt egyfajta horrorsztoliként tálalják, és akkor 18% Úristen. Nem Man. tudom, azóta hallott valaki olyat, hogy betiltották a, Vöröshúst. a, a nem. mondjuk a füstölt Vagy sonkát. a mangalica telepet? Nem. Vagy tudod, mint a Robin Hoodban, és idén nem lesz húsvét se. Nem, az meg olyat már láttam, hogy szobrot állítottak a mangalicának. Igen, mert milyen egészséges a mangalica szalonna például. Ott ott valamelyik, én nem is tudom, valami faluba, de van stadionjuk is, azt tudom. Aha. Meg majd most lesz kis vasútjuk is. Érted. Hát, na, szóval most akkor mi van? Téltsük be a mangalicát? Tíltsuk be. Tehát én, én ezért fogok most már küzdeni. Tíltsuk a mangalicát. Holnap kivonulok egy olyan táblával, Borissa, hogy kókusz zsír. Kókusz no. zsír. Mang mangalica no. Igen. Kókusz zsír, yes. És a mangalicában fagyáló is van. Ugye? Oh. Nagyon lassan dermed meg a zsír, úgyhogy az hagyálok. Erről nekem az jut eszembe, volt az Igenis Miniszter, vagy az Igenis Miniszter úrban, vagy Igenis Miniszterelnök úrban, most nem tudom, hogy melyikben a kettő közül, de azt hiszem, hogy már az Igenis Miniszterelnök úrban, ha nem láttátok volna, ez egy zseniális 80-as évek végén készült brit vígjáték sorozat. És abban volt egy epizód, aminek az volt a fő vezérfonala, hogy a, akkor még nem volt EU, ugye, és a, a az Európai Gazdasági Szövetség, vagy hogy a fenébe hívták, megpedzegették Brüsszelben, hogy be kéne tiltani a brit kolbász, mert a brit kolbász mócsingos, zsíros, egészségtelen, nem is hasonlít az európai kolbászra, úgyhogy ezt többet ne lehessen kolbásznak hívni, és úgy, ha lehet, akkor ugye egyáltalán szűnjön meg az egész, és akkor teljes közfelháborodás, nem adjuk a kolbászunk, és mindent. Én ezt ugyanígy megtenném a németeknek ezzel a fehér kolbászával is. Na hát a, a fehér kolbász meg kettővel, mert az a brit. A kolbászra jut eszembe, volt egy komment a valami bejegyzésem alatt, talán a párásító csoportban, volt egy tervem, gyulai kolbásznak álcázom a készülékemet, hát nem megszívtam, köszi WHO. Igen, a boxmodot meg mondjuk oldalszalonnának, ez is ugrott. Ja. Én, én, egyébként megtaláltam az ellenszerét a, ennek a problémakörnek amúgy. Tehát én sprés flakonokba fogok ezek után ilyen cuccot árulni, érted? Elszívatom valami gépe, be fogom sűríteni egy ilyen sprésfakonba, és tudod, mint a szájfrissítőt, csak így megnyomod, és beszívod a párát. Nincsen rajta szopóka, öcsém. Szó, szó, Nem álljunk meg, a meg, álljunk meg, meg, mújó, szopóka. Szopóka, bizony. Szopóka, basz meg. Én meg azt találtam ki, hogy ö, olcsó a csirkeláb, azt ha <laughs> megszabadítom a csontjától, és marad csak a, a, az a zsíros bőre, akkor abba egy 650-es egót így bele tudok passzírozni, és, és és akkor mit csinálsz? Mit csinálnék csirkelábat rágok? És, és, hideg a levegő, azért látszik a párait körül. Igen, igen. Vagy egy saját belébe töltött mehamod. Mert hát, na jó, de hát azt, azt csak sertésbélbe de, De itt már tovább lehet lépni, mert nem kell abba belepréselni az akkumulátor, Charlie. Hát ugyanúgy beletehetsz citromsavat, egy darab rézvezetéket, meg nem tudom mi, mi kell ehhez a, tudod, ez a Jaj, magdadi, elemet megcsinálni. Házi galvanizáció. <laughs> Házi elemet ő, hát az, 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 Andor asztal, mert ő szereti ezeket a mínuszos gőzzel rendelkező uh, izéket, button feedereket. De igen, igen, megvan benne a potenciál. Ki a francnak kell nagy kazán, mikor lehet, mit tudom és én, csirkenyakból is drippelni. Vagy libanyakna na annak van űrmérete. Van. Azt ki lehet tágítani, elég szép kis háromaksis modot lehet belőle. De hát figyelj, számtalan más dolog ott van. Mi betöltik a, a disznó sajtot? Gyomrába. Hát, fi, hát figyelj, hát, tod, abba, abba egy komplet vízipipa beleférne, vicceljen. Szerintem abba egy autóaksi belefér. Egy autóaksi, belefér. Egy autóaksi belefér. Hogyha tudod, várjál, hát, várjál, várjá, persze. Na hát megvan az egy, -egy sorrend. a 650-es aksi, és a sor másik végén a hatalmas ö, 200 pluszos watt teljesítményen rendelkező ö, mi az anyám volt ez? Disznósajt. Disznósajt a sertésgyomor. És azt megtöltöd egy autóaksival, azt egy hétig pöffent vele. <kül> Na, ö, szóval ezen pörögjön már valaki a 18%-on, ne a mi ö, rohadt ciginken, amit még mindig nem tudok kitalálni, hogy miért akar rám valaki ennyire vigyázni, mikor nem kértem meg rá. És miért most akar rád ennyire vigyázni? Tehát érted, tényleg azért közel egy évtizede itt az elektromos cigaretta, és ez nekem mindig így, így szúrja a szememet. Hogy arra nem, nem gondoltál mi? egyébként, hogy hogy mostanra dolgoztak ki magát ö, úgy, vadhajtásból, ha úgy akarjuk akár fogalmazni, hogy fölépítettek nem csak itthon, hanem Európa, vagy akár a Föld szintjén is, a világszintet, nem tudom mondani, hát a Marson, nem tudom, hogy egóznak-e. Biztos, hogy ott is szívnak -e egyszerűen. Hogy, hogy, hogy most kidolgozták magukat, megvannak a trendek, az irányok, vannak már nagyon ö, ö, kúrens termékek, amit lehet látni, hogy az ego azért mi bármennyire is, nem köpködjük igazából, de bármennyire is azt gondoljuk mi, hogy, az, hogy ez egy réteg termék, az rohadtul nem az. Ö, az emberek nagy része egót használ. Ezt, ez egy széles, ezt, a legszélesebb ezt, ez a piramis alján az egók. Igen, ezt írjuk le, és ezt, ezt nyugodtan könyveljük el, hogy a 650-es egótól egészen mondjuk a 1000-valahány százas ö, spinnerig, az mind egó, és ezt ezt rohadt sokan használják. Ö, kidolgozta magát a piac, megvannak a csatornák, a gyártók, az értékesítők, a viszonteladók, a... a ki az, aki ezt szállítja? A fuvarozók. A fuvarozás, tehát minden föl van építve, és most akkor... Ö, most akkor így... Így ezt nem lehet, ezt most, most ezt állami mederbe tereljük, és e, dolguk nagyon nincs már vele. Hát tönkretenni még lehet, az lesz a dolguk. Figyelj, figyelj. Tehát én ezt így, így végig zongoráztam magamba, hogy hogy egy trafikos szemével nézve ezt a történet történik, történetet hogy te majd veszel a nemzeti, mit tudom én, ellátótól három, mert háromnál többet nem fogsz levenni, veszel három darab kezdő készletet, mondjuk legyek jóságos, 650-es evodok vagy egók, mit tudom is én, 5500 forintért. És az ott fog neked csücsülni a polcon, mert a kutya nem fogja Mondani azt, hogy bemegy a trafikbe, és tehát már önmagában az egész egy vicc, bemegy a trafikbe, és mondja, hogy úgy de jó, jött egy ego, 6-50, kérnék szépen egyet, meg olyan likvidet is, meg azt a fa, érted? Egy, nem lesz bent választék, kettő, az elárusítónak fingja nem lesz arról, hogy az micsoda, hogy az a likvid mire való, hogyan kell szétszedni, betölteni, Figyeljetek már, figyeljetek már, várjuk. Kimennek a trafikerek. Csináljunk a már ilyet, bocskep, hogy várjuk mennyi, az első ilyen viccet, ha? Hogy? hogy? várjuk az első ilyen viccet, tudod, hogy ismeritek azt a vicc, így kezdődik, ez legyen az alap. Ismeritek ismeritek azt a viccet, hogy a nem dohányzó elcik is bemegy a nemzeti dohányboltba, és folytassátok tovább. Boholc a kúrva <laughs> Hogy igen, azt, azt sajnos szerintem mindannyiótoknak, mind a már hogy a celebek, mert én, én már csak egy rabszolga vagyok mellettetek, és örülök, hogy még mindig Tudjuk tegezhetlek csalmi, benneteket, fánne. nem fáj, nem nem erre akartam ö, kitérni, hanem hogy mindannyiótoknak a nyilatkozat közben szerintem benne volt a fejében az a mondat, hogy ami sose hangzott el, hogy ö, igazából kifejtve, hogy, hogy is bemész a trafikba és valamit meglátsz, és ki szeretnéd próbálni, de térben sem lehet például ott, akkor mi történt? Tehát ez egy annyira faramúci, átgondolatlan helyzet, hogy vagy, vagy, majd dohányozni ott nem lehet, hanem majd, mint, a, mint régen a vöröslámpás házaknál, egy, egy külő, külön, ö, szobába elviszik azt, aki ki szeretné próbálni a likvideket, és akkor ott végig kóstolhat mindegyikből egyes lukkot, nem, nem, tök, Tehát tök, így, azt így mondtam, így hogy életszerűtlen. És akkor mondja, hogy ja figyelj, ö, semmi gond, nem tudod itt kipróbálni, de nagyon jó videó, ja nincs már videó, de ha főmész a fó, ja nincs már fórum, de hogyha be, ja nincs már az se. Ja hát a fogalom sincs, bazeg, nincs Igen, körbe a, a, a mégse. Ö, tudod, mi lesz. Nem. Vagy várjál, az is, az is promótálás, hogyha leírod egy papírra, mint egy brossúra és odarakod. És tud, ez a, Igen, ez a Igen, barikolt fahordóban nagyon kellemes gyümölcsös ízekkel rendelke, ízjegyekkel rendelkező enyhén krémes állagú likvid, mely a nikotin erősségének emelésével a kellő torokhatást zárójel megcsillagozva alul a torokhatás az, ami imitálja a dohányzáskor fellépő torokszorítást, és akkor ez így leírva, képzeljétek el, is. elolvasod, mi a faszom, adj egy piros malvórót! Hát jó. Visszakanyarodnék az előző egy pillanatra, mert úgy vég végigmondta Cserli, és nyilván ezzel a felével én is tisztában vagyok, hogy most nőtte ki magát olyanná, hogy már bele lehet rúgni, és és nem egy szélsőséges fura hobbi, hanem egy komplett iparág, stb. stb. Ne így mondd, hogy bele lehet rúgni. Kebledre lehet ölelni. Zsebre lehet tenni. Úgy lehet érte, a az, Bár az durva volt egy kicsit. Kis mókusok le is hajolhatnak, nagy hogy És már. Mikor... Zsidó elmondta, hogy milyen csoda történt vele. Nem ismerjük. Nem. <tár> a tíz percünket Sz szombat, Szombatnapon látott egy száz dollárost a földön, és az Isten csodát tett, és három méteres körbe péntek lett. Hát ez ki. <sílv> <gül> <gül> szóval, ami, ami a nyilatkozatoddal kapcsolatban, és Fifika kiverte a fejemből, hogy miről beszéltetek a Pakmannal, de majd eszembe fog jutni, ha folytatod, és ma megint közbe vágok, Tehát mondjad, hogy mire gondoltál, de téged meg a zsidó vicc zökkentett ki. Nem, nem zökkentett ki, mert leírtam a kulcs gondolatot, <laughs> hogy el ne felejtsem. Hogy engem az zavar ebben az egészben, hogy, hogy elképesztően következetlen és ezáltal hamis. Tehát most hirtelen meg kell védeni az egészségünket? Négy évvel ezelőtt nem kellett volna megvédeni az egészségemet? Akkor mi volt négy évvel ezelőtt? Négy évvel ezelőtt az nem volt veszélyes. Jó, hát, jó, hát, ö, 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 ö. és akkor innentől kezdve teljesen hiteltelen és következetlen az egész. Hazudnak. Attól <függetlenül>, hazudnak. <hazudnak> igen, attól függetlenül, hogy nem politikai podcast vagyunk, ö, teoretikusan beszéljük már át a dolgot, hogy most hány éve van még a az éppen regnáló kormánynak? Kettő, Hú. Ne. Vagy három, nem, vagy kettő már mint, és fél. Mármint úgy érted, hogy a tehetséges egyéb játékosoknak mikor van lehetősége? Nem, 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 rúgni Csak nem. erre a számra, erre a számra is mondom tovább. Mondjuk legyen két és fél. Igen. <coughs> Hogyha a következő ciklusban mondjuk nem ez a politikai oldal nyer, akkor szerintetek azzal, kapcsolatban, amik mellett most kardoskodtak az ellenoldalnál, és próbáltak politikai fennhangot adni neki, mint például a PMS nyilatkozat, ami fifikával egy időben ment le, vagy egy blogban ment Blokban. le az adásban, hogy, hogy fölveszik az apró pénzt is. Igen, eszembe jutott erről, majd mindjárt mondom, hogy mond, hogy pakma 4 milliárd. Tehát, hogy, hogy ezeket kijelentik, és ha ők kerülnek kormányra, akkor szerintetek mi lesz a, és egy kicsit tágíthatjuk a kört, mi lesz a vasárnapi boltbezárásokkal, mi lesz a trafik törvényel, mi lesz a, azzal a törvényel esetleg, amit most ezzel kapcsolatban esetleg bevezetnek. Tehát, hogy, hogy változik valami, vagy, vagy hát ezt az előző kormány átverekedte, akkor ez már így fog maradni, és, és nem kell vele küzdenünk nekünk. Már nem ez... nekünk, hanem annak, aki majd akkor oda fog jutni? Szerintem lesz olyan, ami, mondjuk például a vasárnapi boltbezárást azt megszüntetheti, mert az én azt gondolom, hogy egy népszerű intézkedés, de hogy mondjuk hozzányújt a trafik törvényhez. Annak ott milyen koncesziós ideje volt? 20 év? 20 év, év igen. Húsz év. Tehát ott neki olyan kártérítéseket kell kifizetni, és azért aljassák bevinni az cigarettát, mert ha beviszi, azt onnan kihozni már pff, nem is tudom. Én azt tudom, hogy én mit csinálnék. Fogalmam nincs, hogy mit fognak csinálni egyébként. És ha már politizálunk, és ha már ilyen, ilyen témákról van szó, így a TPD Európa Parlamenti Szavazása környékén ha emlékszünk rá, hogy a kedves ellenzéki pártok is mit műveltek a, a baloldallal az élen, tehát a, a legjobb az volt, hogy lese tojták a témát, a legrosszabb meg az volt, hogy konkrétan az ecigi ellen szavaztak az Európa Parlamentbe, és én nagyon-nagyon jól emlékszem, hogy ki volt az az egyetlen ember és az egyetlen párt, aki karakánul mondta, hogy igen, ők már pedig, mi gőzlérekkel értenek egyet, vagy velünk gőzlérekkel értenek egyet, és az a mama volt ugye a, a Bokros Lajossal. A, a, a komplet baloldal a zöld pártok mentek az ECG ellen az Európa Parlamentbe, úgyhogy itt most lehet akkor gyorsan felszállni a vonatra és jó fejkedni, hogy jaj, jaj, hát most már látjuk a problémátokat, és a többi, és a többi, de ott két évvel ezelőtt, amikor ezt az egészet még az EU-be szépen meg lehetett volna fogni, ha abszolút -e, néhány, hogy hívják, e, e, brit, meg nyugat-európai libdemet leszámítva, abszolút-e hagyták, hogy, 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 hogy idáig fajuljanak a dolgok. Ettől eddig az összes. Úgyhogy nagy disznóság. De, amit viszont én csinálnék, a, 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 én, én nyilván ennek baromi nehéz lenne ilyet csinálni, de én a, 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 a Fidesz-ciklus legelejéig csinálnék egy kúra nagy Rewindert, és azt mondanám, hogy oké, okay, akkor ami innen történt, az kuka és valahogy mind a trafik törvény, mind az összes többi. Tehát itt és, és, és kis dolgokról van szó, mint a trafik, meg ilyenek, de hát itt megnézhetjük az oktatással, mi az Isten történt, az egészségügyben mi az Isten történt, tehát itt nagyjából egyetlen egy dolog, én, és lehet, hogy azóta volt egy, de javítsatok ki, én a, a mostani dupla ciklus során egyetlen egy olyan intézkedés láttam, aminek értelme volt, és az pedig az volt, hogy addig nem kell az áfát befizetni, amíg, tehát nem akkor fizett száfát, miután kibocsátottál egy számlát, igen, igen, hanem igen, nem, hogy, hogy befolyjon a pénz. A bevétel. Ezen kívül én épeszű, értelmes intézkedést még nem láttam. Leszámítva a 400 stadion, mert ugye arra kúrva nagy szükség volt, ezt azért érezzük. Uh, a, a, <laughs> igen, azt, azt tegyük hozzá, hogy pont nem is tudom, hogy az Origon vagy az Indexen olvastam-e, hogy, és ez egy jelen, direkt nem politizálunk, de egy jelenleg kormánypárti képviselő azt merte mondani, hogy már pedig a folyamatos öregedés miatt mindenkit arra ösztönöz, hogy az öngondoskodást helyezze előtérben, és gyűjtsön a nyugdíjas éveire. Hát baszódj meg, mit csináltam, amikor megmondtátok, hogy már pedig a, az állami nyugdíjba visszamegyek, vagy a pénzemnek a nem tudom én hány százaléka ugrik öngondoskodtam én magamról, aztán ti meg államosítottátok. Tehát ez, ez, ez ugyanaz. És akkor most meg kijelentjük, hogy hát azért gondoskodjál magadról, mert sanyarul lesz, hogyha várod a állami nyugdíjadat. Ezt tudod miért csodálatos? Nyilván nem pont erre gondolnak, de az öngondoskodásban... azt hiszem megjött Kinga, és be kell engednem elnézést. Folytatom, pocs. Rögtön Ó, de valaki... nem vagyok. Ez, Ez jó volt az a csöndítés. Szerintem Krisztián. Na szóval közben mondom, hogy a Pachmannál a nekem az volt fura, hogy értem én, hogy ő magasabb szinteken gondolkozik, de mikor ugye a 4 milliárd szóba került, akkor, akkor ugye azt mondja, hogy hát valljuk be, az a 4 milliárd az nem sok. Hát neked nem sok, de de sok egy vállalkozásnak meg sok egy magán embernek, aki, aki, a 4 milliárdot azt nem tudja elképzelni csak nehezen, még úgy is, hogyha nem azt mondja, hogy 4 milliárd, hanem 4.000 millió forint. Négy ezerszer számolj el a millióig. Na, hát ennyi. Én elhiszem, hogy sokaknak ez apró pénz, mert hogy egy kilométer autópálya nem tudom én hány milliárd, de, de ahhoz képest, hogy, hogy az egészségünket óvnánk, ahhoz képest, és ezt kiveszik azoknak a kereskedőknek és ö, ö, kapcsolt vállalkozásoknak a zsebéből szerintem meg igenis sok. Mert annyival kevesebbet fogunk, te, meg én, nem én, ö, hanem azok a kereskedők ö, adni a melósaiknak, a melós nem fogja elkölteni a boltban, ez, ezt, ezt nem lehet észrevenni, hogy ez, ez, ez így szar. Tehát én elhisz, ők, ők most ezt azt gondolják, hogy a, szerinted, hogyha most csak maradjunk a 4 milliárdnál, hogyha most mi azt mondtuk, hogy 4 milliárdos bevétel, ők azt hiszik, hogy ha bevisszük a trafikba, ez marad 4 milliárd. Dehogy? Hát, hát... Épp, épp erre akartam kitérni, hogy ki az az elmebeteg, aki azt gondolja, hogy ez a 4 milliárdos piac nem fog összezsugorodni fél milliárdra se. Hát maradjunk annyiban, hogy azok a kereskedők, akik itthon ezt csinálják, és mondjuk van alkalmazottjuk, nekik megvan az az óriási szabadságuk, hogy onnan szereznek be is azt, ahonnan és amit akarnak. És van idejük bogarászni a netet mondjuk a napi 24 órából mondjuk 8 10 nézni az újdonságokat, és el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ami meg majd a TPD-vel kapcsolatban lesz majd megint sarkallatos, és ebben a fasságban is meg lett említve ez a fél éves moratórium, hogy hogy amikor te kinézel majd valami újdonságot, az behozod, az bemutatod, vársz fél évet, és aztán mikor fél év múlva azt mondják, hogy, ö, hogy Kovács 2 Béla, ezt kirakhatod, akkor te így megfogod a jobb kezeddel, balvállat fölött elhajítod, és azt mondod, hogy most már a kutyának se kell, hiszen azóta jött be, Ez nézd meg az istick már a második generáció jön, ha azt veszem, hogy, hogy volt ott sima stick, aztán tc aztán yeah. ö, még egy modell, és még utána most kijött az új verzió, ami ott ott fél év alatt ráncfelvarrást kapott. Tehát ez, ez, így, ez, így, ez így azt mondanám, hogy gondold azokat a... Hát csak ilyen nevek jutnak eszembe, hogy Palcsó Tamás, aki nyert azt hiszem öt trafikot, vagy hogy hívják azt a nagy csöcsű időjárás jelentő? Gálno Émi. Gödöllő és környékén van talán trafikja, vagy a, vagy a hú, Maunika show, azt hiszem Maunikának is van ö, trafikja. Képzeld el őket, ahogy majd nem a, a multit, meg a pelmelt, meg a malbóró rendelést adják le, hanem nézegetik az Alibabát, hogy hű, oda néz, micsoda CE18-as kazán ki, sí. vagy, <laughs> vagy nézd azt az új drippert, Olyan, annyira ugyanolyan, mint Figyelj az eredeti. Láttad azt az akkumulátor töltőt? Ó, pám, micsoda cucc. Ah, hát ez netto netto hülyeség. Netto. Vagy, 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 arra, vagy arra, is. csak arra játszanak, hogy oké, okay, csináljuk azt, hogy bevisszük, aztán lesz majd a, a mostani, fel sem tudjuk sorolni, hogy hányfajta készülékből üssünk a hasunkra. Legyen, nem, most, ami van egy, egy jól felszerelt webshopban mondjuk, legyen mondjuk... 60 féle. Igen, ennyi kazán meg mod, abból lesz majd cigiforma, Egoforma, az egoformából én nem mondanám azt, hogy lesz 3-4 méret, lesz egy automata, meg esetleg egy gombos. Tehát mondjuk legyen, és akkor jó indulatú vagyok. Van hát 5 fajta... 650-től 1100-ig, azt hello. Tehát, Na, de mondjuk lesz 5 fajta készülék, meg hozzá ö, szopóka. Ez fajta liquid. Szopóka. Ne, szopóka már nem lesz hozzá. Lehet, keres, hogy, de... lehet hogy azért ők lesznek annyira élemesek, hogy még szopókát valahonnan szereznek, és akkor... Ö, és akkor a 4 milliárdos piacból a legalsó szegmest azt elkapják, és, és lesz majd mondjuk a 60 termék helyett 5. És várjuk ugyanazt, vagy csak egyszerűen ki akarják a... Ö, megadjuk a, az explicit tartalomra a jelzőt most is, ki akarják a gecibe véreztetni az egészet, és a végén majd az lesz, hogy hát mi megpróbáltuk, mi azt akartuk, hogy jó legyen, de bocsánat, de nem jött össze, mindegy, a trafikban cigaretta még van, ha nagyon akartok, ott van az. És akkor a nagy érdeklődésre való tekintettel, tekintettel a mai előadás... A továbbra is változatlan kínálatban. Igen. Az érdeklődés hiányára való tekintettel az e-cigaretta elmarad. Változatlan kín kínálatban és minden cigaretta változatlan egyforma dobozban kapható. Igen. Én már Azt szerettem volna elmondani még, mielőtt el kellett szaladnom, beengedni Kingát, mert elnézést, de még itt frissen érkeztünk, úgyhogy még egy lakás kulcson élünk. Ja, ha várjá, én azt hittem, hogy te előre rohantál taxival, beültél az adásra, <laughs> és Kinga, és Kinga meg a tudod, cuccokkal a BKV-n, úgy hazahúzta a bőrödeket, és most kopogott, hogy engedj be. <laughs> be, be. Szóval, hogy remek volt az a kifejezés, amit használtál, az öngondoskodás és hogy öngondoskodásra buzdítják a te állampolgárokat, mert alapvetően az öngondos, öngondoskodás egy fejlett társadalomban egy teljesen jó dolog, tehát hogy ne csak a, a az állami emlőn, hanem tényleg... Szia, Kinga! Bement kis Uh -huh. e, e, és hogy ez, ez teljesen remek, teljesen észszerű, nincsen ezzel semmi baj, egészen addig, amíg egyformán mérünk mindent, mert a belegon És ezért tetszik ez a kifejezés, kár, hogy eddig még nem ültünk rá erre az öngondoskodás dologra. Mit csinál az elektromos cigarettás? Öngondoskodik. Választ egy olyan lehetőséget öngondoskodó hozzáállással felvilágosult utánajáró öntudatos állampolgár, fogyasztó stb. mind-mind összeér és kicsúsosodik abban, hogy úgy dönt azt látja, hogy köszöni szépen, cigarettázni nem szeretne tovább, köszöni szépen, de a megszokott államilag támogatott és reklámozott módszerek neki nem működnek, nem szimpatikusak, és teljesen öntudatos öngondoskodással Kiválaszt egy olyan alternatívát, amivel a többiek ugyan nem számoltak, de ő szépen rendbe teszi a kis életét, és gyönyörűen megy tovább, kigolyozza a mindennapjaiból a rendkívül káros dohányfüst, dohányfüstöt és a vele járó szörnyűségeket, és ez egy öngondoskodás. Tehát könyörgöm, hogy ha már arra vagyunk buzdítva, hogy öngondoskodjunk, akkor hagyjanak már minket, hogy öngondoskodhassunk olyan területeken is, amikre ők esetleg nem gondoltak. De nem. Ezzel az egész egyébként óriási e, problémák vannak, úgy, úgy, unblock, ugye? De ez mellett például mit fog kezdeni azzal a, a nikotin beviteli eszközzel, amiben sem elem nincs, sem szopóka nincs, sem füstöt nem csinál, és mégis létezik. Na, akkor mi van? Hát elvergődnek négy évig, és kitalálnak arra is valami szuper dolgot. Ne, nem, ne, ne. hát van, van ilyen. Tehát ez még a Dortmundi látogatás hozadéka, hogy a a nek van egy olyan alternatívája, ami egy nikotinnal látítatott film, ugyanúgy föl lehet tolni az fogínyhez, és hosszú utakra. Uh -huh. ö, bárhol tudod használni, nem büdös, nem színezi el a fogad, a nikotint ugyanúgy be tudod vele vinni, nincsen rajta szopóka, nem tartalmaz elemet. Na most akkor... Ja, hát ezt azt csinálják, mint a snüsszel, be fogják tiltani az egész Euróban, kivéve Niko Svédországban. Nikocsinónak hívják egyébként, írdatlan forgalmat bonyolít le a, a forgalmazók, egyébként Angliában, és... Hol van a SNISZ? Svédországban? Svéd, igen. Angliában és Svédországban uh, van telephelyük, és állítólag uh, írdatlan mennyiséget adnak el sportolóknak. Na most, ha ezt valaki behozza, érted? Annak be kell ezzel vándorolni a trafikba, megint lesz egy ilyen négy éves harc, aztán majd megint kiszabályozzák a, a picsába, érted? Ja. Pedig ott a az szer... Ja, igen, igen, de nem az, mert nem annak engedélyeztet. Jó, akkor dohánytermék. Akkor dohánytermék, tehát óriát, egyszerűen a szellem kim van a palackból, és, és biztos vagyok benne, hogy ezt már ilyen administratív állatmódon nem lehet megállítani. Érted? Én, én nem tudom, mi lesz, majd ülünk együtt a csillagba veled, Krisztián, mit tudom én, miként? Nem tudom. Ö, mint öngondoskodó vaperek, érted? Tele lesznek a börtönek ilyen, ilyen zugnikotin fogyasztókkal, vagy fogalmam sincs, hogy hova fog ez az egész dolog egy idő után vezetni. Marha kíváncsi leszek egyébként, hogy Európa értelmes felén ezt hogyan fogják szabályozni, vagy merre fognak elmozdulni. Azt azért ugye tudjuk, hogy ha, ha egy normális jogszabályi bevezetés van, az adminisztrációs terhek a TPD keretein belül egyébként is megnövekedtek volna a boltosok vállán, úgyhogy ezt most a kormány egy mozdulattal levette. a kormány jó indulatúan levette a vállukról a terhet. A kormány jó indulatúan és jó levette. a vállukról, tehát nem kell nekik ezzel törődni, meg azzal se, hogy holnap ki fognak nyitni, vagy nem fognak kinyitni, de, de komolyan mondom, szóval Egyébként erre ráfűzve a csillagbörtönre, és tök jó, hogy már megint nem említették. Tudom, tudom, csak a celebek egymás között, meg minden. A Kurt Löbliknek a neve még mindig ismerős gondolom nektek. Yes. Jó, a következő poszt, és ezt most olvasom, tőle egy órája írta. Nos, most itt ülök, gondolkozom magamban, hogy mi történik, hogyha teljesen és véglegesen a, vagy elvesztjük a a csatát, és, és meghal a piac. Bassza meg! engem nem érdekel, börtönben megyek, hogy életeket menthessek. Elképzeltem a következő, mondjad már, mi a conversation, a következő beszélgetést. A cellatársa. Jó, Whatsapp, miért kerültél ide? Próbáltam életeket menteni elektromos cigivel. Szóval ez is előfordulhat még, igen. Tudod, és akkor így a börtönben Jó de így a Igen. Ó, bazd meg. Azt a kurva élet! Ő... És így újjal mutogatnak rád is. A csávóra, egy Tudod, és így nem merik a nevedet se kimondani, csak így, így, így nem utasra, rá, csak nem, nem rá, nézd oda, ne, ne ő, az. Így. Ő, igen. <gül> <gül> ő az! És akkor ő tudod, az. olyan inkben ö, sétáltok, csak a legfőső gombja van begombolva, fejkendő fordítva a fejeteken, ilyen lazán a ülepetekre letolva a gatya, és nyílik előttetek szét a tömeg, és a farzssebből kilóg egy egó. Nem, de. nem, mert nem lehet, nem lehet nálad ilyesmi, meg hát ott már nem lehet. A Na jó, de, sincs de, ilyen. de figyelj már. Ez csak hogy az emlék meg legyen, egy e egótartó nyakpánt üresen lifeg, egó nélkül a nyakadban. Nem, Ez nem, ne, ne. Ezt rosszul látod, mert te attól Igen? leszel igazán kemény, hogy a sitten, tudod, mint a fogkeféből bökőt, te, majd a benti körülmények között, és majd, majd jön, a, jön a piaca, tudod, ez a, mint a sitten főzött cefre mindenféle rohadt gyümölcsökből, majd ott te a sitten fogsz keverni pégét végét a felelhető alapanyagokból. Tudod, emberi viszi, viszi készült, a börtönőr meg így belevág. Aha, 18 es van benne. De ez jó, ez az emberi lábszárcsontból, mert ha ez zsír. Ez hihetetlen, komolyan csak... mondom uh... hogy... hihetetlen én nekem az jutott az eszembe tudod, amikor így földobtad ezt a, a flyer témát hogy így ki kéne írni, érted? hogy, hogy ö, a levegőnél nehezebb tárgyak nem repülhetnek a Francia Tudományos Akadémia az én cigarettam egészségtelen, magyar kormány Szeket, nem tudok érted más pár, <kör> még <nem mondom>, komolyan. <kör> förtelem, förtelem, förtelem. Kattingatástól hangos a podcast. Így, t -t, t -t, így a sötét uh, jövőbe így belenézel, és akkor... Uh, uh, bele se nézel inkább. Nekem az a félelmetes, és nekem az a idézőjelben a kedvencem ebbe, hogy ez nekünk nagyon közelhez áll, és tényleg nagyon közelről, górcső alatt van ez az egész elcigi körülötti mizéria most már 2012 ősze óta egyfolytában árgus szemekkel figyeljük, hogy mégis mi a fene fog kipotyani, ott a, 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 törvénykezés, meg jogszabálykozás, jogalkotásnak nevezett fekete dobozban. És hogyha a klo, ezt... Kloák, a Igen. Csak. És hogyha ezt, ami igazán volt, tényleg totálisan Megnézed a mérlekét, serpenyőjét, pro és kontra, akkor azért nem kell egy egy zseninek lenni ahhoz, hogy meg tud állapítani, hogy az elektromos cigaretta a szeletelt kegyér óta a legnagyobb találmány, ami valaha is ö, ö, eljöhetett. És hogyha ezzel kapcsolatban ennyire lassú, nyögvenyelős, és a végén ennyire buta, ostoba, középkori szar, eredményre jutnak, hogyha ezt a triviális feladatot ennyire szarul oldják meg, akkor minden, minden más területen vajon mi lehet? Édes Istenem, tehát tényleg ez a, ez a bagázs, aki ezzel a, 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 az egész kócerája foglalkozik, ért, értsük úgy, hogy kompletten a jogalkotás, meg, meg az egész mindenféle területen ennek az előkészítése, úgy alkalmatlan a feladatára, ahogy van. Félelmetes. És, és ezek az emberek ülnek ott, és határozzák meg évtizedekre, mindannyiunk, minden egyes nyomorult itteni állampolgár, minden egyes szerencsétlen embernek a következő néhány évtizedre valamilyen szempontból az életének az aspektusait, valamely aspektusát meghatározzák. Ostoba, buta, nem tájékozódó, és teljesen zagyva agyó emberek. Hát ez mennyire cool már? Engem egyébként a, az egészből az lombozott le, hogy ö, fölöslegesen vásároltam be több százezer forintért mindenféle stúdió cuccot, mert az se lehet majd, de nem, ez csak vicc volt. Ah, hogy majd át, át, átvedlünk, mi túlélünk, Baba Mama magazin lesz belőlük. Nem, nem, nem. Én, én találok olyan országot, ahova ki tudjuk vinni a, a, az adatainkat, a szervert, a podcastet, az anyám kinyát. Meg fogjuk oldani, hanem hogy... Ö, vége a gőzlérpartiknak, akkor ez tudatosuljon mindenképpen, hogy nem lesz szám az, hogy lemegyünk egy fanyűvőbe, ahol hát hát nem. mondjuk azt, csak, hogy elviselnek minket, de csak inkább... Csak szigorúan tehát... nálam a, a birkák közt lehet Na jó, csak hát az nem túl, nem túl ö, rentábilis nekünk mondjuk Krisztiánnal leutazni hozzád, csak azért, hogy győzőjünk egy órát, de ne, gondoljunk bele, hogy akkor nem lesz ö, mondjuk ö, Budapest, Pest megyei kerekasztal, vagy nem tudom, hogy most milyennek a szakszerű megfogalmazása, hogy ö, hogy yeah. rém. Tehát, hogy majd az lesz, hogy ö, ne haragudjatok, azért késtem a meetingről, mert még a kocsiba elszívtam öt percig az elcigimet, mert sehol máshol nem lehet, de még az se biztos, hogy a kocsiban lehetni fog majd, hogy ilyen nyakatekert szófoszlányjal éljek, és majd marad csak otthon, amíg lehet, mert mondjuk fel nem nyoma a kölköd, hogy hogy a, az ő egészségére veszélyes dolgot művelsz otthon, és akkor majd jön a Vaper a Volt, hogy mi jutott telefonat. eszembe a Fahrenheit 411. Mert hogy Fahrenheit? Fahrenheit. Ezt hát nem, nem láttam. Nem. 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 is olvastad nem. a könyvet? Nem, nem. Nem a Fahrenheit 911-re gondolsz? 911. Hát ami a, a izével foglalkozik, nem a, a... A, papír gyulladási hőmérséklete. Ja, nem, nem, bocsánat, nem arra gondoltam, mert volt egy ilyen című dokúfilma a 911-jel kapcsolatban. Nem, 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 nem. Ugye egy klasszikus science fictionről beszélünk, amikor a könyvek be vannak tiltva. Aha. Uh -huh. nem, nem láttátok? Hát a nem, 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 csináltak Equilibrium címen filmet? Nem, nem. François szóval Truffaut szóval. rendezte ugye a francia, 70-es évek francia új hullám, és az eredeti regényt azt pedig Bradbury írta, aki szerintem az egyik legjobb science író volt, és a lényeg az, hogy be vannak tiltva a könyvek, és a tűzoltók, érted? A tűzoltók járnak könyvet égetni. Tehát totálisan ez a helyzet ma Magyarországon, az LCG-vel kapcsolatban, hogy azok bassza meg, akiknek ki kéne állni mellette, az egészségügyi dolgozók, az orvosok, a, a tüdőgyógyászok, a mindenki érted, aki, aki, az egészség területén mozog, azoknak a, a, a csúcs administratív, nem tudom én, és ide tartozik ugye a dohányzás élharcosa a dohányzás fókuszpont, ahol Krisztián te személyesen jártál, és nem lehetett velük megértetni, hogy de bizony sokkal jobb és egészségesebb. Szóval ez valami elképesztő, érted, hogy azok fogják kinyírni ezt a piacot, ezt az egész uh, innovatív találmányt, jelenséget, jelenséget és, és terelnek vissza több ezer embert a, a dohányzás felé, és majd milyen kurva jó lesz, mert tényleg nem kell nekik nyugdíjat fizetni. Tehát gratulálok innen is mindenkinek, köszönjük szépen az eddigi aktív részvételüket. Uh, Hú, hogyha hozzászólhatok egy picit. Inkább kellett volna faragni. Ha hozzászólhatok pont a témában, hónapok óta. Amióta szóba került a MOVE, emlékeztek? Uh -huh. a, aki nem emlékezne rá is, nem mi vagyunk azok. Ez a Medical Organization Supporting Vaping and Electronic Cigarettes, röviden a MOVE, ahol direkt az egészségügyben dolgozókat kérnek föl, hogy támogassák a, kedvez, a kezdeményezést, és én Tisztán emlékszem, hogy kilenc, Magyar támogatója volt. Most fölmentem az oldalra. Nincsenek nagy. Ö, 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 tehát nem ringatom magam álomvilágba, hogy azért, mert mi csinálunk minden héten podcastet, és minden héten berakom ezt a tetves linket, ezért valaki meg fogja találni, de bassz meg. Nem. Basszátok meg. Azóta is kilenc. Azóta is kilenc. Le se fossa senki. Tehát így, mit várunk? És ö, nem akarom ö, senkitnek a szakmáját, a választott hivatását becsmérelni. De, de ha alá tudja írni egy-kettő, két nővér, egy mentős, egy szociális munkás, biokémikus is aláírta, tök mindegy. Miért nem mer odaállni egy orvos, egy arra, arra a celebeskedés az megy, hogy, hogy hogy csak ő vele nem szeretnék a szilveszteri buli után találkozni, és akkor ott van a aher. De ilyenekre semmelyik nem meri oda tenni az arcát. Hát én szégyellem magam helyettük. Hát bizony, iszonyat kiábrándító. Mindig mondjuk, hogy egészséges, és ők nem merik kimondani. Bazd meg. Hát nekem ki a faszon fogja elhinni? Ki fogja nekünk elhinni? Azért, mert sokat olvasunk a témában, és minden héten ö, beszélünk róla. Látod, ez nem mérvadó. Az a mérvadó, hogyha van egy valaki, akinek a neve előtt ott van hogy doktor, és még annak se nagyon, mert a farsalinos is olyan, hogy tépi a száját, az semmi eredmény ö, látszólag nincs. Pedig aztán tényleg mindenféle kutatásban benne van. De tíz emberből, ö, ha megkérdezné tizet, akkor szerinted hány mondaná meg, hogy farszalinusznak mi a szakterülete például? Mert az egy cigin mindenki rávágná szerintem, hogy tüdőgyógyász. Igen. Ezt lehet, hogy most ismételni fogok, és az elhangzott a múltkor, mert egy a TV2 környékén firkantottam fel a papírra, hogy egy gondolatot, ami egy eszembe jutott, hogy annyira faramúci, abszurd és megfordított a világ ebben a kérdésben, és stoppoljatok le, hogyha ezt a múlt héten elmondtam, hogy, hogy, ez a világ vicce, hogy teljesen mezei átlagpolgároknak kell jogilag, jogi és egészségügyi fronton képzettebbnek lennie napi szinten, mint azok az emberek, akik ezért veszik fel a fizetésüket. Mert tényleg dobja egy kavicsot, és az első vaper tájékozottabb lesz, mind a jogi oldalai lát tekintve a dolognak, mind az aktuális egészségügyi kutatások fejleményeit tekintve, mint azok, akik benülnek, irgalmatlan mennyiségű közpénz felett diszponálnak egy éves költségvetési keretben, és azért kapják a fizetésüket, hogy elvileg, hogy, hogy hiteles tájékozott arra legyenek, és nem azok. És itt van, jön Béla a nem tudom én honnan, nem, nem, nem a mi Bélánkra gondoltam, egy tetszőleges Bélára gondoltam, egy, mielőtt egy bárki magára Béla. veszi. Igen, és egy ez, 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 teljesen mezélyi átlagos ember jön, és többet kell, hogy tudjon róla, mert senki nem hajlandó azok közül, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, azok közül, akinek ez lenne a dolga, ez lenne a hivatása, ez lenne a, 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 a dolog, amire felesküdött, nem, nem foglalkoznak vele, sőt, keresztbe tesznek neki. Ez, 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 ez egy rossz vicc. És Már aztán jön. mit csinálnak? Lesöpörnek minket. Jó, hát ezek csak civilek, nem értenek hozzá. Itt van, nézzétek meg, három betű, duplavével kezdődik, és h val végződik, és majd mi megmondjuk a frankót nektek kolbászról, szalonnáról, és elektromos cigarettáról. Itt van Charles -cs -cs De Bonnet a, 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 a kolbász és elektromos cigaretta felkent szaktekintéje, Hát, ez, mert... A, dro a drogról értem. <laughs> Mondok neked jobbat, és. Alapúr. A... <laughs> nem ez Mr. Meki, Mr. Meki. A kommunikációval kapcsolatban, és ez neked pont húsba vág, a, a liget beépítésével kapcsolatban, hogy építette be Báne László a... a az egész aláírt petíciót, ugye 20 ezer ember aláírta a liget beépítése ellen. Bán László az aláírásaikat támogató nyilatkozatként vette át köszönettel. Érted? Támogató nyila. És így, tehát hogy az meg odamész, küzdesz vele, itt van 20 ezer ember aláírása, akik az ellen küzdenek, hogy beépítsék. És nem erre fog senki emlékezni, hanem amikor átveszi az illetékes, azt mondja, köszönöm a támogatásukat. És így, dafuk! Mi van? Te, -te, Te teljes. Tehát, hogyha úgy csinálsz, mintha ez mozdatán. nem lenne, akkor nincs is. És tegnap ez elhangzott a balónak a műsorában, hogy azt megkérdezhetem, a Rogántól kérdezte, hogy azt megkérdezhetem, hogy mindenféle politikai vita műsorba miért nem jönnek el. Úgy, hogy megígérik, és vagy nem jönnek el, vagy lemondják. És akkor így így mosolyogva a Rogán, hogy hát nem érezzük úgy, hogy bárki alkalmas vita partner lenne. Én, a, én az lennék, ha eljönnél. Lehet, hogy mondjuk a 40%-át kivágnák, vagy kifütyülnék, de biztos, hogy tartalmas vita lenne. És egyébként ez volt az, az agyamban az elején, hogy esetleg még ezt meg lehetne e próbálni a a, nem direktben az RTL-nek, hanem mondjuk ennek a, ennek a műsornak a szerkesztőjével felvenni a, a kapcsolatot, hogy hát ha egy ilyen, egy ilyen vita műsorban mondjuk 20 percben, vagy nem tudom, 40 perc, vagy fél órás egy ilyen műsor, hogy hát ha, hát, ha jobban ki tud bontakozni az ember egy egy nagy tekintélyű <coughs> ellenoldali féllel szemben. Szerinted ki, ki lenne az, aki fölmerné föl vállalni ezt a vitát. Már hogy a mi oldalunkról? Nem, nem, az ő oldalukról. Hát delegáljanak oda. Én azt, én azt ö, pont lefosom, erőnek erejével elvinném Mujót stylisthoz, fodrászhoz, borbéhoz. De Be, beneveznénk egy ilyen átalakító sóba. Várja, és akkor utána az lenne, majd kirakjuk, a, kirakjuk, az adásnak a linkjét, és írnának a, a tömeg, hogy Ez hol, ki. hol volt mújó. Mujó? Ki. Hát ott volt, megborotválkozva. Az nem, az hülyeség, az nem a Mujó volt. Na, hát az, figyelj már, én úgy hallottam, hogy az egy ilyen hipster kinézetű csávó. Hát... Igen, tudod, hol a citás póló. <gül> <gül> Jól, nem, basztatunk, nem basztatunk, nem basztatunk. Bocsánat, még Csáli, te kezdted el mondani, hogy ugye nincs fórum, nincs semmi, nincs <laughs> semmi, stb. 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 Emlékeztek még a legelső F flyerre? A, a, a gőzölgő csatorna fedéllel. Igen. igen 2016 vépmit, és amikor azt csináltam, akkor az járt a fejembe, hogy valami nagyon abszurd, nagyon elrugaszkodott dolgot kéne oda tenni. Egy nagyon túlzó valamit, és tessék basszus, itt vagyunk 2015 végén, és kiderül, hogy mehetjük egyáltalán a, nem volt elrugaszkodott. A csatornába, azt látod magad előtt, azt a, a snittet uh, Szilveszter Stallone a pusztító. Lenne a a lázadókkal a csatornában, és mikor eszi a burgert, te láttál itt tehenet? Nem. Miből van ez? Patkányburger! És akkor tudod, mész oda, kóstolja meg az új likvidünket. Hmm, hm, ez jó. Ez jó. Te láttál itt valahol pégét t meg végé. Hát ez miből van? Jó, ja, vizeletből. Hmm, nem rossz. Nem rossz. Hát... Hatsz, hatszor, hatszor lepárolt szennyvíz. Hmm. Igen, igen, igen. És tölgyfa érlelve, ugye, mint a Five Pounds, úgyhogy... Kicsit krémes, nem diacetiles? Nem mindegy. Krémes az jó. Úgyhogy igen, a gőzölgő csat. <térlek> Tényleg lehet, hogy logót kell változtatnunk, és a párásító mosolygó arca helyett egy gőzölgő csatorna fedelet. <tér> És váltunk színről narancssárgából szürkés komorra. Igen, be -be beszivárgunk a hogy főváros csatornázási művekhez, és így és föld mozgalomként, szó szerint föld mozgalomként folytatjuk tovább. Jaj, öh. Menjünk rá az olvasói kérdésekre? Menjünk. Összeszedtem egy párat. Szabó Miklós Eugén Mi lenne ha? Pont, Ajaj. pont, pont pont, pont. Nem hármat, csak négyet. Vagy négyet. A mostani elcigi kereskedők úgy néz ki, hamarosan nagyot buknak. Of course. Ők két dologhoz nagyon értenek. Nem mindegyik, ezt én teszem hozzá. Ahhoz, amiről már leszoktak, és amire rászoktak. Mellesleg jó kereskedők is. Mi lenne, ha felvásárolnának egy jó pár dohányboltot, és koncesziót ami által egy bizonyos körön belül kerülnének, és jobban tudnák érvényesíteni az ercigi érdekeit, és bővítenék az árulható dolgok listáját, például villanyszerelési nemzeti dohányból. Tudom, hogy ez egy hosszú folyamat lenne, be kellene épülni még időben az ellenség hadállásaiba, és aknamunkát folytatni a törvény keretein belül. Hát ez még a csoportban elhangzott erre a válasz, hogy. Azért tettem föl, mert ugye nem mindenki olvas és nem Igen. mindenki kap kedvet a csoportba bejönni akkor, ha ezt ott megválaszolgatjuk. De akkor a teoretikus kérdésre most te is válaszolhatsz. Hát, hogy ott azt írkázták össze a, 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 az emberkék, hogy alapvetően ezzel a felvetéssel két baj van. Az egyik, hogy nem lehet koncesziót venni, másrészt koncesziót tulajdonosként nem lehet bővíteni az árulandó termékek körét. Tehát, hogyha egy demokráciára hajazó helyen élnénk, akkor ez egy működőképes elképzelés lehetne itt ebben a jelenlegi környezetben, ez ne, nem annyira az. Sajna. Igen. A következő Duli Zoltán kérdése volt, ott is kialakult egy elnézést, ez a fránya betegség, tehát ott is kialakult egy beszélgetés a témáról. Feltennék egy kérdést, és lehet, hogy nem leszek népszerű vállalom azt mondjuk, hogy az ecigi nem dohánytermék semmi köze a dohányzáshoz. Na már most azért a többség nem nullásat szív, hanem olyan likvidet, amely nikotint is tartalmaz. Honnan származik a nikotin, amit elgőzölünk? Esetleg egészen véletlenül nem egy dohánybokor leveléből, vagy én vagyok tájékozatlan? Vagyis, amikor a kormányunk esetlegesen arra törekszik, hogy az elikvidek belegyenek tolva a trafikmutyiba, akkor észszerűen jár el, vagy sem? Végül is ebből a szempontból dohánytermék fogyasztásáról beszélünk az elcigi esetén is. Az emmi által összetákolt tervezett ordító hibáit most hagyjuk. Továbbá tisztában vagyok azzal is, hogy a magyar szabályozás alapján a dohányzás jelenleg egyenlő az égetéssel történő fogyasztással, de ez csak olyan szavakon történő lovaglás lenne, amik pár nap alatt átírhatóak. Az, hogy a nikotinfogyasztás ilyen korlátozása egyenértékű a tömeggyilkossággal, megint más dolog. A, abban a szempontból nincs igaza, hogy a, a, a nikotint valóban dohánylevélből vonják ki, de mondjuk még a nikotinon kívül biztos, hogy van még olyan anyag, amit, amit hasonlóan jövedéki alá eső termékből vonnak ki, de a tiszta hatóanyag az már nem, nem sorolható abba a termékkörbe. Lást például, hogy a nikotinos tapaszok, rágógumik és egyéb nikotintartalmú eszközök a patikában landolnak. Az, hogy a tehénszar tehén tehénszart árulnak, aznak nem egyenes következménye az, hogy a hozzávaló lapátot is csak ott lehessen megvenni. Nem tudom, hogy ez így tiszta-e. Igen. Engem, engem az döbbentett meg, hogy hogy egy. Nem csak a nikotinos likvidet viszi be a trafikba, hanem az összes erre szolgáló eszközt, alkatrészt. szopókát, Szopókád. Mindent az ég adta a világon. Én, ja. én ezt mondtam neked egyébként telefonban is, amikor beszéltünk a riport után, hogy hogy ha nem vigyáznak mondjuk a, a fénymegmunkáló műhelyben, és véletlen egy olyan átmérőjű szál anyagot, mondjuk rozdamentes rozsdamentes acél rudat rendelnek, képzeljétek el, ami majdnem akkora, mint egy, egy, szopóka. Na akkor mi lesz? Majd kimegy hozzájuk a NAV ellenőrizni, és földre fektetik a, az esztergályost, mert szopókát csinált engedély nélkül? Nonsense. Ami ugye majd dohánytermék lesz, vagy nem is tudom, minek mondják, ez elektromos cigaretta termék, körbeesik mindenféle szírszarral együtt. <kül> én, én azért hallgatok ilyen nagyon, mert ha utána megnéztem, hogy ez volt-e, és igen, Duli Zoltának ezen posztjára, én egy kilométereset válaszoltam a csoportban. Hát Amit szívesen elmondok itt is. Mondd el nyugodtan, hát maradjon meg mementóként. Ez az egész nikotinos mizéria, ugye alapvetően a, a, a felől, az oldal felől szeretik kongatni a vészharangot, ezt a VAU is, meg tisztelt Demien Rózsia, nem az egy másik, a Dominázás Fókuszpontból, a Demien úr, meg, meg mindenki, hogy nem akarjuk a nikotinfüggők újabb generációit látni, és itt megy a nikotin demonizálása. Erről az oldalról szeretik megközelíteni a, a, a dolgot, és ennek köszönhetjük többek között azt is, hogy a nikotint, mint a, a, a Dohány dohánycseréből, dohánylevélből kinyert vegyületet megpróbálják most összemosni magukkal a dohánytermékekkel. És akkor ez, ez még rövid volt, a most jön a, a nagy wall of text Szóval együk észre, hogy a nem akarjuk a nikotinfüggők újabb generációját, kijelentés nem más, mint két másik hamis állítás összemosása, ráadásul eléggé balfasz módon. A kijelentés arra épít, hogy a gőzölés kapu a dohányzáshoz, valamint arra, hogy az aromák a gyerekek beültetése véget kerülnek a levesbe. Ezekben nem mennék bele részletesen, ezt nagyon sokszor kitárgyaltuk már, hogy melyik állítás miért butaság. Van az egésznek egy más, másik olvasata is. Teljesen figyelmen kívül hagyja azt, hogy a felhasználók korábban dohányosok voltak, és hogy a nikotinfüggők újabb és újabb generációi rendre azért kerülnek ki, mert a tisztelt illetékesek balfaszok, és hulladék hatékonysággal végzik a munkájukat, ezért a dohányosok újabb és újabb generációit láthatjuk generációról generációra. Ez, ez egész egyszerűen így van. Jön egy újabb generáció, abban lesznek dohányosok, ergo üssük rá a pecsétet, nikotinfüggők. De ezek dohányosok. Na hát, eh, figyelmen kívül hagyja tovább azt, hogy a nikotinfüggés alapvetően az ég a világon semmi baj nincs, és megpróbál úgy csinálni, mintha a dohányzás visszaszorítása mindig is a nikotinról szólt volna. Sose szólt, egészen pár évvel ezelőttig, amikor is ki kellett valamit találniuk, hogy csesztethessék az elcigarettát, ami nevetségesé teszi azt az államilag finanszírozott leszoktatási módszerek népszerűsítését ezáltal fenyegetve az illetékesek megélhetését. Egy másik fontos paramétere, hogy a kedves szószólóknak egyáltalán semmi, zéró nulla, semennyi köze van ahhoz, hogy ha valaki nikotinfüggő. A nikotinfüggősnek negatív szociális és egészségügyi hatása ugye nincs, innentől kezdve semmi egyéb, mint magánügy. Mindenki, akinek ez nem tetszik, egy atyáskodó, puritán fasz, aki elvesztette a józanész által diktált fékeket. Vegyük észre továbbá, hogy ugyanarról a nikotinról van itt szó, amit ugyanezek az emberek előszeretettel osztogatnak, ha az rágó vagy tapasz formájában lát napvilágot. Álszent kettős mérce. Semmi egyéből nincs itt szó, tehát, mint pofátlan, önös érdekből és mezei féltékenységből elkövetett történelem hamisításról és a célszalag állandó mozgatásáról, mindezt egy óriási csúsztatásra alapozva. A nikotin, bár főként a dohánylevélből nyeri ki, nem egyéb, mint egy vegyület, ami sok más helyen is előfordul a természetben. Ha a nikotin dohánytermék és a fogyasztása a dohányzással egyenértékű, akkor a cukor, pedig zöldség és rendszeres fogyasztása nagy mennyiségben egészséges. Pedig ugye tudjuk, hogy ez nem így van. Ez lenne, hát Ez gyönyörű ahol, volt mind... Krisztián. Komolyan mondom, így meghatódtam miközben olvastad. Igen. <laughs> Elmorzoltunk egy köncseppet. Van még egy rövidebb verziója is, egy rövid velős verziója, amivel ezeket a fajta érveléseket egy mozdulattal be lehet rekeszteni, át lehet menni védekezésből támadásba simán. Nem akarjátok a nikotinfüggők újabb generációját látni? Akkor tiltsátok be a dohánytermékek gyártását, forgalmazását és fogyasztását. Ja, hogy ezt nem akarjátok. Akkor miről beszélünk? Ennyi. Fakja, fakja, fakja. Elnézést, hosszú volt, de hát de ilyenek ezek a témák, hogy két mondatban nem lehet elintézni. Én most tudok egy kérdést, amit el lehet intézni egy mondatban. Horváth Szabolcs kérdezte, hogy szerintünk mennyi munkát kell belefektetni, hogy valaki elcigiről át per visszaszokjon analógra? Nem értem a kérdést. Déső. Én értem, és egy mondatban meg fogom válaszolni. Be kell csak majd menni oda, ahol egyszerre mind a kettőt meg tudja az ember venni, ha akarja, <coughs> és azt kell mondani a trafikosnak majd, hogy kérek szépen egy doboz szofit. Ilyen nehéz lesz. Jó, mint a nóta. Megvan, megvan. Ja. Étre ma várom a nemzetinél. <gül> <gül> Igen. Ott, ahol a podcast megáll. <laughs> és a jó is. Ezek így. Jó, akkor az, Elfogytak a az olvasói elfogyott, vezessük le a feszültségünk. Nem tudjuk levezetni a feszültségünk a sorozattal, mert ott is durvulás van a négyzeten, köbön. És nehéz helyzetben vagyok, mert te sem vagy up to date Walking Dead ügyileg, tehát aki most hallgat minket, spoiler alert van, kapcsolt ki, vagy ha már megnézted, akkor hallgass tovább. Mert hogy te még ö, nem láttad csak a Twitter bejegyzéseket ezzel kapcsolatban. Igen, hogy igen, én egy hét lemaradásban vagyok most. Éppen, éppen forrong a, az internet népe, hogy mi van Glennel, mert hogy a S06 E03-ban ami tegnap vagy tegnap előtt már milyen nap van, ma hétfőn ment le, ugye hétfőn ment le. <coughs> uh, ott bizony azt láthattuk, hogy azzal az ideggyenge uh, falusi gyerekkel, aki, tudjátok, még sose ölt senkit, az, az öngyilkos lett. Bár uh, azért fura nekem, mert vagy Glenn akarta megmenteni, elmondta már uh, Greg Nicotéro is, meg uh, meg fú, ki a showrunnere még a sorozatnak? Meg nem mondom nektek, hogy, hogy ez tényleg egy, egy durva sorozat évad lesz, és, és az évad első részét láttad, Krisztián, nem? Ogyne. Tehát, hogy azt hittük, hogy nem lesz durvább, és a második még oda tett, és a harmadik, az meg az, nekem az úgy oda tett, hogy abban a momentumban én ott megnyomtam a pauszt, és egy fél percig néztem magam elé, hogy, hogy bassza meg ez trónok harca lesz. Hogy megölünk egy főszereplőt. Értem én, hogy, hogy. és kurva sok zombi. Tehát az, amikor azt hittük, hogy az első részét nem lehet überelni, de lehet, mert most közelről van iszonyat sok zombi, és, és mikor ugye ők ketten sarokba vannak szorítva, és ezt próbáljuk megfejteni, fejbe lövi magát az ember, ott, ott minden idegi reakció abban a pillanatban megszűnik, tehát el kellett volna, hogy dőljön, mint a lisztes zsák, most Glenn vagy utána nyúlt, hogy nem tudom, hogy megmenti a fejlővésest, vagy, 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 mi az anyámat csinál, és hát vele együtt esett a zombik közé, és most ezen megy a találgatás, hogy az élelmesebbek fölmentek az IMDB-re, és megnézték, hogy hány epizódban szerepel, most a 70-nél jár, és az IMDB ugye azt mutatja, hogy 85. Tehát ez, ez nem létezik, az nem létezik. Az IMDB azt mondja, tudod, internet, az úgy van. Meg, Készültek olyan fotók a, a sorozat készítése közben, ahol Jézussal, hát Jézusnak hívjuk, de egy Jézus kinézetű emberrel állnak és várják a, várják, várják a felvételt. Na ez a rész ez még nem volt látható, úgyhogy erre alapoznak még meg arra, hogy a az a srác, aki fejbe lőtte magát, az ráesett, és ez is olyan fura volt, hogy a melkassát bontják meg annak a valakinek, vagy a Glennnek, vagy a csávónak, és a melkassából szedik ki a beleit, és közben ordít a Glenn. és most már itt megy a totózás, hogy de mögöttük van a kuka, és túléli, és bekúszik alá, és de hát akkor is rengeteg zombi van ott, úgyhogy meg ugye azt mondják, hogy, hogy, hát nem halhat meg, mert hogy az eredetiben nem így hal meg mert hogy ott majd később egy, egy, egy ember baseballütővel fejbe somja, de hát tudjuk, hogy az eredetiben nincsen derjő sem, meg Ricknek is már régóta hiányzik az egyik karja a képregényben, de hát itt azt drága lett volna utómunkázni, úgyhogy azért van még karja. Úgyhogy én és azt tegyük hozzá, hogy várhatunk most két hetet, mert, mert egy hét náluk most kimarad, Úgyhogy két hét pauz van, és addig rághatják az emberek a körmüket, és ezt, ezt szerintem annyira jól tudták a készítők is, hogy mikor, hágyom, hágyom. mikor, mikor, mikor kell azt a kritikus pontot berakni, hogy... És most ez a kettő-három, ez nagyon jól össze volt rakva, hogy majdnem ugyanazt az... Nem, hát ugyanazt az idősávot dolgozzák föl a két, tehát az otthon maradók, meg akik elmentek ugye zombikat terelni, embereknek a szemszögéből, és, és megint föltűntek vadidegenek, és és hú, hát ez nagyon kemény lesz a, a, a következő részekben szerintem. Én remélem, hogy túléli, mert én kedvelem, mint szereplőt, az, az ad némi bizalomra okot, hogy, hogy elképesztő nagy túlélő művész a sorozatban, ugye? De ott van a másik oldalról, hogy azon találgatni, vagy azt, azt, alapul venni, hogy hát főszereplő és nem halhat meg, meg ilyesmi. Hát már a sorozat készítő a legesleg elején megmondták, hogy senki nincs biztonságban. Hát illetve ott volt a feles... Mindenki meg fog halni. Sőt, hogy úgy senki nincs biztonságban, hogy úgy kapják meg a skriptet, a, a forgatókönyvet a, a, a szereplők, hogy ők sem tudják előre, hogy hány epizódban lesznek benne voltak épp. Elékeni, hát meg és főszereplő volt a, a lány testvére is a feleségének pillanatok igen. alatt nagyon lőtték tehát ilyen gondom nekem nincsen hogy, hogy, hogy most emiatt nem ölnék meg de hát igen ez nagyon erős karakter ez a hármas ez a, ez a Daryl Glenn és a Rick hát meg az összes többi is de, de ők kifejezetten szerintem húzzák a sorozatot hát meglátjuk nem tudom, most ez. ez ö, én én úgy Magyar érzem most, hogy ez. vagyok. Hát ö, szakítsál már rá egy órát, mert ez, szerintem ez olyan helyzetben vannak most, hogy olyan, olyan helyről tűnnek föl emberek, hogy, hogy azt se tudom honnan. Szia, Kinga, szia, Kinga. Mi van? Nokiás dobozokat számolod? Nem, meg, megjött a vacsoránk most a Nem, nagy. Az ajándékunkat. Voltam. Ja, az ja, ajándékunkat. Igen, igen, igen. igen. Ha csak azt nem. Na volt, akkor... Nem nekem, hogy kavicsot hoztam nektek. Hát nem az, hogy nem hiszünk, hiszünk, csak nem akarjuk elhinni, <laughs> hogy tényleg kavicsot... Tudod, ez a... Ez a... Hú, ide jó. Mit Hú, ide jó. kavicsot? <laughs> Ö, akkor te most le vagy maradva egy héttel a, a sorozatokban. Se spot, se semmi? Én se semmi, hát nagyon fú, basszus, a úgy kezdtem, korán kellett kelni. Nagyon későn értünk haza, és nagyon korán kellett ma kelni. így öntögettem magamba a kávét, végignéztem a korán deklaráljuk, deklaráljuk már a korán kellett kelni fogalmát. Ö, valamikor 8 óra után nem sok. Fú, az tényleg korán. Hát ahhoz képest, hogy ilyen, tudom én, fél kettő fele értünk haza, és akkor még pakolászunk el, hogy uh -huh. ilyenek, úgyhogy meg, és nagyon hosszú volt a tegnapi nap. Na minden, nem is ez a lényeg, hanem így végignéztem, egyrészt végignéztem a, az inboxomon, az 540 olvasatlan levéllel, akkor így hogy bár maradtam volna Írországba. Aztán végignéztem a, a Torrent kliensen a sok-sok vadi Linux distrón, ami így lecsorgott az RSS feedből egy yes, hét alatt. Yes. És hogy ezeknek mind-mind feliratot kellene vadászni, és átnevezgetni, és így, ó, oh, Jézus is. A két dolgot javasolnék neked. Az egyik a... Ez megvan kliensben Windowsra is, a Subtitles nevezetű alkalmazás. Ezt én nagyon szerettem. Amíg non-profit módon üzemelt a figura, azóta a frissítésbe azt mondta, hogy, hogy other improvement, és az azt jelentette, hogy 30 nap múlva lejár a, a az ingyenes verzió, úgyhogy downgradeltem, azóta pedig minden egyes feliratkeresés után hibát ö, dob, de egy kurva jó kis program, mert mind akármilyen hálózati meghajtóról erre az ikonra ráhúzod a, a fájlokat, neked ki van jelölve a beállításokban a preferencia, mit tudom is én, magyar-angol, ha megtalálja a magyart, ugyanolyan fájl névvel kiterjesztéssel, minden már kiterjesztési hogy Srt. Oda teszi, léjére, oda teszi ha, ha nincs magyar, angol, oda teszi. Csókolom, és ennyivel az összes dolog. És akkor nem kell szenvedgetnem nekem se, hogy ebből a könyvtárból ide, meg oda, meg, behúzom az összes ö, ö, filmet, és itt tak-tak-tak az összes, azt hiszem a opensubtitles.org-ot is például tudja, tehát viszonylag Aha. hamar frissül de a magyarnál azt vettem észre, hogy most rohadt sok sorozattal leálltak, vagy, vagy rohadt nagy a, a delay, mert a blind spotnál is csúsznak már, vagy három-négy nappal a, a... Melyik az? Blind spot Oly, mondtam most? Olyan, a, blacklist, ezt, igen. a blacklist? A Blacklist a Zénésen az, Zénés az megállt a második rész után, tehát ott már azt hiszem hétnél járunk. Én nem tudom, mi van ezekkel. Ja, hát elkezdődik, -e biztos az egyetemi ja, ja, ja. szezon, aztán mindenkinek van jobb dolga, hát szigonyék dolgoznak, bennük nem lehet csalódni, de többi. Ja, de hogy nem is az, ahogy hívják, az eredeti angol is csúszik rettenetesen. Hát én most a izénél ezt nem tapasztaltam, mert... Pont a, a Blacklistet azzal nézem, és az, az itt volt másnapra, és aztán néztem az előző tendenciákat, és mindig egy nap csúszásra kim volt a, a magyar is, de hát ez most, ö, aztán betudtam a hosszú hétvégének, nem mondom jó van, de hát az, az, az most már majdnem egy hetet csúszik. Egyébként a, a magyar botrány. minőséggel mostanában botrány volt, tehát ö, szavak felcserélve nem jó volt a ragozás, tehát ilyen alapvető hibákat azért nem kéne szerintem benne hagyni, hogyha már úgy van föltüntetve, hogy ketten dolgoznak rajta, és valaki olvassa, valaki megjavítja. Mindegy, úgy, hogy maradunk a, az angolnál. Na, mondhatok sorozatot? Hogy nem? Hekkeld meg az életed. Volt. National Geographicon megy egy sorozat. Egy srác, aki 15 éve uh, azzal foglalkozik, hogy uh, egyrészt a bűnözők uh, szemével tekint uh, mindenféle potenciális uh, dologra, másrészt uh, hihetetlen uh, túlélő képességei vannak. Neki indult most egy sorozat nation a National geographic és uh, zseniális témakörönként megy végig <coughs> mindenen a, az adatvédelmen, a, a, mit tudom, a vadonban való túlélésen, a katasztrófa helyzeteken, a lóversenyen, fogadáson, a, hogyan tudsz előnyt kovácsolni magadnak, félelmetes a, a zürge. És ez egy egészen hosszú, tehát egy ilyen azt hiszem 12 epizódos sorozat a National -on. én mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, nem akarom lelőni a, a poénokat előre, de mit tudom én, ha nyílt wifi-t használsz, akkor hogy tud rámenni a telefonodra semmi perc alatt, tehát zseniális a, a srác más szemmel fogtok nézni ezek után a lakásra, a kocsira, a bankszámlára, mindenre. Mm. Nagyon ha jó. Mindenki Nagyon, használjon jó Ez az egyik, a másik meg amikor mondtad a Linux disztrókat, én is nagy olvasója vagyok a, a distrowatch.com weboldalnak, és az egyik kedvencem az van egy egy disztró, amelyik a, a PC-re fordítja át az Androidot, és kiadtak egy aránylag frisset, tehát azt hiszem 5 vagy 6 napos a dolog, az 5 pont, nem tudom, mi most a legújabb, nem, nem, nem a 6-os még, hanem az 5.2-es Androidot PC-re, föltettem kulcsra, elindítottam a gépen, ez már tényleg tuti, tehát magyar ékezetes billentyű, be tudsz jelentkezni, videót tudsz nézni, szövegszerkesztőt tudsz vele használni, 400 mega az egész, egy aránylag kis kulcsról és elfut, vagy föl lehet telepíteni külön partícióra, és van egy komplex androidod a számítógépeden, zseniális. Ezt is csak ajánlom mindenkinek. Ez grafán hangzik, megnézem nézd meg a Distrovac. Ráadásul a, a, lista első tíz helyezettje között van. Tudod, én azt régóta nem nézem, mert a mint kezdődik folyamatosan a, a népszerűségi lista, de de zseniálisan jó. Na, ide a sorozatban meg betettem a, a National geographic összefoglalónak a linkjét. Na, egyébként ki volt Android az a... X 86 ki, Bocsánat. Ki volt az a merész, aki, aki a videóból kivette a... Ha, ne szerénk egy mújó. Akkor is be fogsz kerülni. Nem. Azt hittem, hogy az volt múlt nem, héten. Nem, nem, ez múlt héten nem volt, hiszen hiszen előbb ment le az adás, de ha lett volna, is beraknám még egyszer. Nem, viccet félretéve, hogyha ben volt, akkor, akkor nem az lesz. Mi ez a Sea Life Bray? Ezt ö, ajánlottam volna mindenki figyelmébe, az a tenger ö, biológiai akváriumos bigyúból csináltam egy ilyen negyedórás videó egyveleget a cápákról, meg a macskadarájákról, ja, meg ez ilyenekről. Ez a te, te házi videód? Ez az én házi, házi Ó. dvd boró videó, milyen. Szörnyetek kezd, kezd lajos. csinálónak, hogy Na, nagyon érdekesek a ráják is, meg ilyenek gondoltam, hát ha valakit érdekel, és akkor megnézheti, hogy milyen egy ilyen test közelből. De valami narráció van? Nem, de Kraftwerket tettem alá. Akkor ezt hallottuk, <laughs> várjál. Nem nem, nem, nem ezt Nem, hallottuk. ez nem az volt, az a telefonom úgy sörgött. Nem ezt hallottuk. <laughs> Én a kultúra rovatba betettem, képzeld el, hogy van egy nava.hu nevű oldal. erről hallottatok már? Sose. Na, a nava.hu kérlek szépen az ilyen régi hanganyagok nemzeti audiovizuális archívum a, a, neve. Régi hanganyagok, rádiós hang, hanganyagok vannak fön, többek között rádiójátékok. Szabó Igen. Család. Hát azt nem tudom, hogy a Szabó család fenn van de ha már Zsódos Péterről beszéltünk, akkor a holtak nem vetnek árnyékot. Az, az, az utolsó zsódos regénynek a rádió játék változata, mellesleg akár, akár a mi, mi ügyünkre is ráillene a címe, de, de mindenféleképpen érdemes meghallgatni, meg itt az archívumban kis gyöngyszemeket lehet azért találni. Én egy időben nagyon sok rádiójátékot hallgattam, ugye ez a mostani sorozat uh, uh, mánián vagy Őrületnek az a elődje volt Szabó Család. Ha már hát kint, illetve maradjunk annyiban, hogy az a 20. század podcastje volt. Az a 20. század podcast. Tehát az tényleg én gyerekkoromban ezt így végéltem, hogy azt hiszem nem tudom, mikor kezdődött a Szabó család, de hogy ott konkrétan anyám, apám aggódott a Szabó néni egészsége iránt, aki ugye Gobi Hilda volt. Hát de ha az, az belegondoltok, azért... belegondoltok, ez, a, ez, a, ez az ötvenes évek generációja, ez volt, az pont, nap néztem a 6-3, avagy jázd tudti. Ott is ez volt, hogy még a szülészeten is megállt az élet, orvosok, ápolónők a a rádió előtt, és, és úgy nézték, vagy olyan csöndben ültek, mintha tényleg a tévét nézték volna is, és jöttek ki, és mondták, hogy az, az a becsúszás, az micsoda, hm, az nem semmi volt. Tehát ö, rákényszerítették az agyukat a, a melóra. Ö, egész más élmény volt még akkor, ez az egész rádiós műfaj. Hát voltak is olyan emberek, mint például Szepesi György, de, de, de most már egy egész más ö, egész generáció, más, a, egész más aki abból csinál viccet, ég, ég, ég. hogy le tud-e szokni a cigivel, vagy cigiről sampixal, meg anyám kinyával, de ebben nem menjünk vele, mert túlmutatna ezen adás keretein. Viszont ö, zárjuk le szerintem, hamarosan behajlunk a két órába, ö, szerkesztés nélkül, és, és még dolog az lenne vele. Úgyhogy már csak egy ö, frappáns címet kéne kitalálni, és én ezt rátestálnám. Meg, jó rátestál tényleg kavicsot hozott nekünk? Hát, hát ha, ha, figyelj, ha... De én nem kavicsot, én 5 kiló kavicsot hoztam. Hallod? Szeret. Tudod, fapadosra jött, és ezért fizetett még plusz, hogy én egy majna, nem értek Majdnem, majdnem megcsúsztunk. Mindegyik, Én, én, fog, én egyet se rakok ki, ez mind nagyon szép, úgyhogy... Ez úgy volt, hogy én, van választási lehetőség. Mentünk ott pont a Sea Life előtt, a, egy másik videót is föltettem Facebookra, hogy hogyan fúj a szél, hogy így a mikrofonban lehet hallani, hogy süvít a szél, és így a hideg tenger csapdossa a, 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 partot, meg minden. Na és ott így mentek, és így többiek mentek, mert már, már szerettek volna odaérni. Én is rám vártak, mert minden egyes rohadt kavicsnál eljöttem. Te szép, te szép. Úgyhogy elkezdtem begyűrni a farzsebembe, aztán, amikor hazaértünk, akkor elkezdtem átrakodni a táskámba, és így még mindig van, még mindig van, még mindig van. <laughs> Most egyébként valami vidéki kertesházat akarsz építeni? Vagy, vagy mi a cél ez? Nem, a... annyira szépek voltak, hogy gondoltam, hogy be, begyűjtök, és aztán majd szortírozok. Ja, hogy, tényleg ja hogy ez neked valami ilyen, ilyen, hogy mondják, fogyatékosságot, hogy nem tudsz megszabadulni tőlük, és csak befele rakod, mint a gyerekek. Nem, nem vagyok ilyen kavics horder. Bár most egy kicsit megszaladt a ezekkel. Bár a most kiszújóra. Írország azért, azért lássuk be kevesebb lett. Hát igen, látványosan csökkent a területe így, most már a Google Maps-en is észrevehetően És a víz, Na, a víz is lecsökkent, és hol meg a jéghegyek mújó miatt. Igen, igen, tökre ezt a bolygót, basszus. Na de az volt, az volt a vége, hogy jöttünk, és ugye 20 kilós a, a, nagy feladandó bőrön, és így méregettem, hogy jó, hogy jó lesz, és lemérték, és 20,9 kiló lett a kevés és jó, jó fel volt, az írek nem csináltak ebből balét, vagy csak egész számértékeknél kezdenek el mérgelődni, de így rám nézett, és így ment tovább a csomag. Nekem Sok ezt a 23 kilónál... Kerekültet. Nekem ezt a 23 kilónál adták, ugye én mindig bőrön mérleggel megyek utazni, és, és ki volt, hát nem viccelek, grammozva. És 22, 96 vagy 97 volt, én oda vittem, ráraktam a mérlegre. Hmm, és Hmm, not bad. Hát mondom, srácok, hát vicces bolondozó, hát itt, 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 itt komoly meló volt ebben, hogy ez gramra kiszámolja. Tudom, logisztika olyan. van ez meg ebben. kemény volt. Na, de hogyha, hogyha Mújó volt az, aki, aki, menekült itt az itthoni feladatok elől, akkor most ezt a feladatot testáljuk rá, hogy ő találja ki a, az adás címét, ami a 81. egyébként a sorban. A 81. utas, nem, az nem így volt. Ez egy monstre filmsorozat. Hát jó van. Írországban voltam, ami nagyon zsírhely, úgyhogy én szeretem zsírországnak hívni, ellentétben Agyarországgal. És híreket hoztam úgy, hogy legyen akkor, hogy hírországból szeretettel. És akkor Balú barátom, akinél vendégeskedtünk, most megfojtana egy USB-töltőkábellel, hát mert tényleg... a rossz szó vicceket. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez a rossz is onnan hoztad, vagy mi a túró van, de mindegy, ez ragadjon rajtad, hogy már pedig ez a mújó miatt ilyen szar a címe. Jó, Jó én benne. Te benne, én benne vagyok. Jó, akkor... Ö, 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 hát ez mondjuk, így tetszik. Mondjuk jobb lenne úgy, hogy Hírországba, mert most nálunk történtek nagy hírek, de Hírországból szeretettel Sőt, úgy lenne autentikus, hogyha visszamennél és onnan podcastelnénk. Hmm. hát látod, sajnos nem tudtam annyi ideig. Egy még egy nappal tovább maradunk, hogy kettővel, akkor kénytelen volna. Mondhattad volna, hogy Dublini tudósítónk jelentkezik. Majd ráfogjuk, hogy azért találták ilyen szar címet, mert elvette az eszed az, hogy elhagytál egy deci házi készítésű lekvidet. Nem is a legvid hanem ez volt az első és egyetlen 100 millis Bread of heaven flakonom. Olyan büszke voltam. Hát de várjál most... már, és amit múltkor, mikor Andorral téged kerestünk, a, a az nem 100 vettél? Vagy de, között? az volt az, az volt az a flakon. Ja, és ezt egyből élből el, el is. Istenem, de ügyes Hát vagy. itt adja magát. Itt nem, úgy mondtam, hogy élből el is hagytad az első. Ja, igen, 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 ez fájt, ez fájt. Nagyon. Ha ezt elmond, te, te ez egy iszonyat jó téma egyébként a kocsma, hogy képzeljétek, akkor a koporsóba hagytam a Bread of heaven et <Sessz> <Sessz> És tényleg. De a <Sessz> nem volt rajta? Ulyo. Nem, sajnos nem. De a következő turnus, az majd biztos, biztos pislog nagyobb. Hát ők majd a... Ez meg Fölcsillan a szemük, hogy oda néz! 100 milli of Heaven is megszívják. Mi ez a szar? <Sessz> Ez valami, van. hogy mondják ezt, mi ez a... Ez valami keverés Valami, valami házi kocsvasztás. Na Halkani jó, van. akkor rekesszük be, kettő óra, három perc. Az Gersi. a durva, hogy lac. Aha, hát ebből lesz majd két óra, de Lackó Attila, még mindig nem kaptunk semmit, hogy valami vagy, vagy bármi érted, hogy hát azért mégis... csak... kente volna egy kicsit a gépezetet érted, hogy na, hát... Na, mindegy. Jaj, Lackó Attiláról jut eszembe. Így erőgenünk lesz, Charlie. Ami mentünk a reptére, sajnos utólag jutott eszembe, én mindig általában kilopnak ezt azt a, a, a bőröngyeinkből. és e, most hál' Istennek nem történt ilyesmi, de már többször előfordult, tehát Svájci Bicskán már több is bánta a repüléseket és mindig akkurátusan leplombálom ilyen kábelkötegelővel, meg, meg ilyenek. És most jutott eszembe, hogy most, hogy van beépített emberünk a reptéren, hogy rá kellett volna neolux fújnom a nagy bőröndre, hogy csókoltatom Lackó illet, akkor hát, ha békén hagyják. De, de teher nem, a, nem, nem, rajta keresztül megy, tehát a nemzetközi... Teher, nemzetközi teher. Teher. Az az egyik, Há de hát hát a... hátthon neve megtendik ja, néhány Csak húr. ennyi tudod, és így mint a tűztől elugran <laughs> a lackó, ismeri a lackót. Ó, ez akkor valami durva figura lehet. <gül> Igen, <gül> uh, ez, ez lett volna Ezzel koncepció. egyébként én is, én is jártam így, és uh, és akkor fogadtam meg, és azóta nincs is más uh, bőrönd. Itt nem szabad sajnos uh, a pénzt sajnálni, és, és uh, nem is volt szerintem 30-40 ezer alatt egyik se, hogy nem cipzáros, nem puha, hanem ö, kemény műanyag, vagy nem tudom mi ennek a tudományos neve, zárható és a lokkos legyen, és ö, akkor viszonylagos biztonságban van. Mondjuk nekem a TSA lokkot ugye a a kinyitotta, szarul zárták össze, ö, tehát azért még nyakomba őket, hogyha egyszer kimegyek oda, mert hogy ö, ugye visszafele mi három csomaga jöttünk, és vettem 18 dollárért egy ilyen az meg 32 szor, szor, 32, nem, hogy volt? 32 centiszer, 32 ször belefért volna a mújó, állva, és az puha falu volt. És azt ugyanígy cipzár, TS lakatott ráraktam, meg még két ilyen gyors kötözőt, amit te is, és már kifele jövet vettem észre, hogy gyors kötöző nyema, és a lakat sem a két utolsó lukba volt beakasztva a a cipzáron, hanem egyik az utolsó előtt, nem mondom, aztán már megint mi volt itt, kinyitom. Hát honnan tudnám megállapítani, hogy 18 vagy 27 zokni van benne, de szerintem mindig a, az alufóliát vélték csőbombának, mert a, az volt az egyik challenge, hogy Amerikából alufóliát kell hozni, mert hogy ott olyan vastag, hogy, hogy az vastagabb, mint az Erzsébet hídnak az aszfaltja, és hogy azon milyen jól lehet grillezni, és mindig azt a csomagot nyitották ki. Aztán meg is találtam benne a cetliket, hogy ezt a TSA kinyitotta, és ha észrevétele van, akkor forduljon bizalommal ehhez a telefon számhoz de ez, ez mindig lótri sajnos, ez a, ez a rohadt repülés. Én, én el tudnék indulni egy kézipodjászal is, de hát te, ti tudjátok, hogy nővel ez, ez, ez impossible mission, szóval... Hát igen. Na mindegy. Oh. Jó, tehát ez egy ilyen... Jó van, fiúk, akkor zárjuk be, most már tudti, hogy két óra fölött vagyunk. <coughs> és aztán várom az anyagokat tőletek. All right. Jó van, fiúk, tartalmas este volt. É, készüljél föl sorozatokkal és indul. adásokkal, mert a jövő hét az nem fog így eltelni részedről, hogy így el lébecolhatod. Sorozatok, szereplések, beszerzek egy napszerüveget, és hogy ne ismerjenek fel az utcán, úgyhogy minden ezt elképzeltem másnaposan kimész jaj a nap, jaj, jaj, jaj Uf, fel a napszemüveget jó, fiúk, örülök, hogy itt voltatok sziasztok Fifika, te jössz köszönjük mi is, sziasztok köszi, sziasztok